Kérdések. Az embernek olyan érzése van, hogy mindenkinek van egy kérdése, amire választ szeretne kapni. Üdvözlöm Önöket, a nevem Erik. Ebben a részben Dr. Hovind számos olyan kérdést vesz elő, amit gyakran tettek fel neki. Összekapcsolja ezeket a kérdéseket, és megadja rájuk a választ. Jó néhány témát fog érinteni, úgy, mint az átkelés a Vöröstengeren, az ősi emberek, vagy mi a helyzet a rádiokarbonos kor meghatározással. Tényleg vannak ellentmondások a Bibliában? Ha kíváncsi a kérdésekre és a válaszokra, nézze meg a sorozatunk következő részét, amelynek címe Kérdések és válaszok. Üdvözlöm Önöket! Nevem Kent Hovind. Ez sorozatunk 7. része, a címe Kérdések és válaszok. 15 éven keresztül tanítottam természettudományt, és olyan témákkal foglalkozom, mint teremtés, evolúció és a dinoszauruszok. Hiszem, hogy a Biblia minden szava igaz, tudományos szempontból minden részletében pontos, és hogy az iskolákban tanított evolúcióelmélet minden idők legostobább vallása. Ma olyan kérdésekkel foglalkozom, amiket gyakran feltesznek nekem. Mindig úgy egy órán keresztül tanítok, aztán jöhetnek a kérdések. Az elmúlt 17 évben szinte már minden kérdést föltettek nekem. Például, hogyan láthatunk több milliárd fényévre levő csillagokat? Találtak-e friss dinoszaurusz csontokat? Miért találnak olyan kevés emberi csontot? Vannak-e ellentmondások a Bibliában? Lehet, hogy a többi vallásnak is igaza van? Honnan erednek a rasszok? Rengeteg dologgal fogunk foglalkozni. A videósorozatunkban részletesebben foglalkozunk ezekkel a témákkal. A Teremtés Tudomány Evangelizáció két sorozatnyi videót adott ki, amit érdemes megnézniük. Aki nem kap választ valamilyen kérdésére, az be is telefonálhat a rádió műsorunkba. Hétfőtől péntekig minden nap 5-6-ig tehetnek fel nekem kérdéseket az interneten, ahol élőben válaszolok minden kérdésre. A diák, amiket az előadásaimhoz használok, letölthetőek a weblapomról, vagy megrendelhetik DVD-n vagy CD-n. A diák némelyikén egy kis jelet fognak látni, ami annyit jelent, hogy a diához valamilyen megjegyzést fűztem. Lesz dia, amit ki fogok hagyni az időszorítása miatt, de remélem, hogy sok kérdésre így is választ kapnak. Ezt olvassuk a Prédikátor könyvében. Rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkészem és kikutassam bölcsen a végső következtetést. Főleg keresztjének számára bölcs dolog eszeren cselekedni, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. Több lelket tud megnyerni Isten királysága számára az, aki nagyobb ismerettel rendelkezik, és több kérdésre tud válaszolni. Épp ez a célja az előadásnak, hogy az emberek megismerjék az igazságot. Az 1 Péter 3-ban olvassuk, ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. Reméljük, ez az előadás segíteni fog a számadásban. A 2 Timóteus 2-ben ez áll, igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, tehát ne csak azért tanuljunk, hogy válaszolni tudjunk a kérdésekre, hanem azért is, hogy Isten meg legyen velünk elégedve. Egy kérdés, amit gyakran feltesznek nekem egyetemisták. Hey, Hovind, maga az egyetlen, aki a teremtésben hisz? Nem úgy van, hogy minden tudós az evolúcióban hisz? Nem úgy van. Nem is tudom, miért kérdeznek tőlem ilyesmit. Sok ezer olyan tudós van, aki a teremtésben hisz. Például Dr. Russell Humphreys, aki éveken keresztül dolgozott a Sandia Nemzeti Laboratóriumban. Van egy remek cikk róla az alábbi weblapon. Itt találnak egy listát, rajta van 200 olyan tudós nevével, aki egy fiatal földben, a hatnapos teremtésben és a Bibliában hisznek. Dr. Humphreyst idézem, egyszerű statisztikai megközelítést alkalmazva, szerény becslésem szerint csak az USA-ban mintegy 10 000 olyan gyakorló tudós él, aki nyíltan elismeri, hogy a hatnapos teremtésben hisz. Tehát nem igaz, hogy minden tudós az evolúcióban hisz. De ha mind hinne is benne, akkor sem így állapítjuk meg az igazságot. Az idők során számos példát láttunk, amikor a többség tévedett. Volt idő, amikor azt tanították, hogy a bolygók a föld körül keringnek, de a többség tévedett. Ma is vannak tudósok, akik azt mondják, hogy
hogy a Föld van a naprendszer középpontjában, és minden a Föld körül kering. Szerintem ezek a tudósok tévednek, és a nap van a középpontban. Valamikor azt tanították, hogy a nagyobb kő gyorsabban zuhan a Földre, mint a kisebb. 2000 éven át tanították ezt, de tévedtek. Volt, amikor a testnedvek elméletében hittek. Aki beteg, annak rossz a vére, hát csapoljuk le, és megszűnik a betegség. Így halt meg George Washington, az ő esetében halálos tévedés történt. János 7. fejezetében olvassuk. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak a Krisztushoz, többen pedig ezt mondták rá, csak nem Galileából jön el Krisztus, nem az írás mondta, hogy Dávid magvából és Betlehemből jön el. Figyeljék, mi történik itt János 7. fejezetében. Itt arról vitatkoznak, hogy Jézus valóban a Krisztus-e. Voltak, akik azt mondták, álljunk csak meg, Krisztus nem Galileából jön, pedig Jézus onnan jött. Itt egy félreértés történt. Ezek az emberek azt hitték, hogy Jézus Galileából jött, de hol született Jézus? Betlehemben. Tehát itt egy alapvető tévedésről van szó. Aztán János 7.43-44 ellentét támadt, tehát miatta a sokaságban némelyek közülük el akarták fogni. Megpróbálták megölni a hírnököt. Az egész szituációt rosszul látták, azt mondták, itt van ez a Jézus, prédikál mindenfélét, el kell hallgattatnunk. Rosszul látták a szituációt már a legelején, és ma is ez történik. Az emberek a fejükbe veszik, hogy a kreacionisták kárt okoznak az oktatási rendszerben, pedig dehogy. Mi vagyunk a jó fiúk, mi próbáljuk helyretenni a dolgokat. János 7.45-46, a szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük, miért nem hoztátok ide? Klasszikus módszer. A főpapok elküldik a pribékjeiket, hogy kapják el nekik Jézust. Jézus megválaszolta a kérdéseiket, ők pedig visszamentek, és azt mondták, ember így még soha nem beszélt, mint ő. Mire a farizeusok? Mert azt kellett volna kérdeznetek tőle, hogy... Pont. Velem folyton ez történik, mint 3 nappal ezelőtt is Michiganben. Tudják, mindig beharangozzák az egyetemen, hogy Hovin jön előadást tartani. A Northern Michigani Egyetemen is így volt, meg Milwaukee-ben is, ahol egy hete jártam. Egyébként Milwaukee-ben 100 professzor nem volt hajlandó kiállni velem egy vitára. A Northern Michigani Egyetemen 80 professzor tette ugyanezt. Közel 4000-re lúg azoknak a professzoroknak a szám, akik nem voltak hajlandóak velem vitatkozni. El se jönnek az előadásaimra, csak a diákjaikat küldik el. Azt mondják nekik, hogy kérdezzék meg tőle ezt meg ezt. Aztán a diákok visszamennek és jelentenek. Tanár úr, minden kérdésre felelt, mire a tanár, idióták. Ezt meg ezt kellett volna megkérdezni tőle. Gyáva tanár, miért nem jöttél el te magad? A professzorok ugyanazt csinálják, amit a farizeusok. Elküldik a diákjaikat, hogy törbecsalják a kreacionistákat. Aztán a törvényt hívják segítségül, hogy elhallgattassák őket. Hozzunk törvényt, ami kimondja, hogy a teremtést nem szabad tanítani, és ha valaki mégis tanítani meri, azt rúgják ki. 47.-48. vers. A farizeusok ezt mondták nekik, titeket is megtévesztett? Hovin fordításban, ilyen ostobák vagytok? Ez a fickó lóvá tett titeket. Újabb klasszikus technika. Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? Hovin fordításban, a többi tudós nem hisz a teremtésben, tehát az evolúció igaz. Elgondolkodtató logika. A többség elhisz, tehát igaz. Micsoda ostobaság, mert nem igaz, hogy a többség elhiszi, és az igazságot nem így állapítjuk meg. Olvasom tovább. De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Hovin fordítás, nekünk van diplománk, neked nincs, azt nem fogadjuk el, amit egy akkreditálatlan keresztény iskolában szereztél, vagyis mi okosak vagyunk, te meg ostoba. Ezt a taktikát vetette be ellenem a 99 professzor, akivel eddig vitatkoztam. Erre az egyik fickó Nikodémus megjegyzi, elítélje-e az embert a mi törvényünk, amíg meg nem hallgatták? Neki legalább volt annyi esze, hogy megjegyezze, mielőtt elítélnénk ezt a Jézust, és kimondanánk, hogy téved, legalább hallgassuk meg. Én is arra buzdítanék mindenkit, egyetemistákat, professzorokat, hogy hallgassák meg a kreacionistákat. Csak hallgassák meg őket, és aztán döntsenek. Amikor a Szovjetunióban, a mai Ukrajnában tartottam előadást pár éve egy egyetemen, bezárták az egyetemet, és odaküldtek hozzám 30 professzort, hogy a teremtéstől beszélgessenek velem, úgy 2 órán keresztül. Híres emberként kezeltek, Dr. Hovind, egyenesen Floridából. Mert minél messzebb utazom, annál híresebb vagyok. Itthon már egyáltalán nem vagyok híres. Szóval jött a 30 professzor, és én már vagy egy órája beszéltem a teremtésről, amikor az egyik professzor sírni kezdett. Megkérdeztem a tolmácstól, hogy miért sír ez az ember, ő ezt felelte. Még soha nem hallott a teremtés történetről. Nem is tudta, hogy létezik ilyesmi. Azt hiszem, sokan élnek Amerikában, akik nem hallották még a teremtés történetet. Mit tegyünk, ha valaki azt mondja, mindenki az evolúcióban hisz, ezért neked is abban kell hinned.
Egy, ez nem túl jó érvelés, kettő, nem is igaz. Hallgassák meg a kreacionistákat. A múlt héten a repülőgépen egy evolucionista mellett ültem. Neki csak annyit mondtam, hadd magyarázzam el, mondanak a kreacionisták. 3 perc alatt mindent elmondtam neki. Erre ő, hé, ez egész logikusan hangzik. Hát persze, hallgassák meg a kreacionistákat. Tehát a farizeusok abból a téves feltevésből indultak ki, hogy Jézus galileai volt, pedig nem az volt, Betlehemben született. Ők nem hittek neki, és ez bizonyította, hogy Jézusnak nem volt igaza. Ma ugyanezt történik. Vannak tudósok, akik nem hisznek a teremtésben, ezért az nem igaz. Elképesztően ostoba logika. És publikált valamilyen tudományos folyóiratban? Mivel a National Geographic Magazine nem közöl kreacionista cikkeket, a teremtés nem lehet igaz. Hát kapitalista cikkeket sem közöltek a kommunista lapok 10 évvel ezelőtt. Az ilyesmi nem bizonyítja valaminek az igaz vagy hamis voltát. A többség tévedhet, a többség követte Áront és fellázadt. A többség úgy döntött, hogy nem megy be az ígéret földjére. A többség az Ószövetségben nem egyszer követett hamis isteneket. A vallási vezetők többsége gyűlölte Jézust. A föld lakosságának többsége gyűlöli a keresztényeket, de a többség súlyosan tévedhet. De az sem igaz, hogy minden tudós a teremtésben hisz. Ezt a könyvet Robert Gentry írta, aki egy jó barátom, a radioaktív hulladékok semlegesítését tanulmányozta hosszú ideig. Robert Gentry a világ különböző részein található gránitfajtákat vizsgálta meg. Amikor mikroszkóp alatt megnézte a gránitot, egészen apró gyűrűket látott. Polónium izotóp gyűrűket. Erre később visszatérek. Amint rájöttek, hogy a kutatása cáfolja az evolúció elméletet, mert Gentry bebizonyítja, hogy a Föld soha nem volt egy forró olvad golyó, sehol nem írta le a teremtés vagy az Isten szót, csak tudományos dolgokról írt, és sokáig minden komoly tudományos folyóiratban publikálhatott is, ám egyszer valaki azt mondta, hogy emberek, Gentry tanulmánya azt bizonyítja, hogy az ősrobbanás elmélet téves, attól kezdve nem kapott pénzt a kutatásaira, lehetetlenné tették, mert nem imádta a szent tehenet, az evolúció elméletet. Roger DeHartot, aki természettudományt tanított a Burlington Edison gimnáziumban, behívatta a főnöke, és azt mondta neki, hogy nem hívhatott fel a diákjait figyelmét a tankönyvben levő tévedésekre. Csupán a legfrissebb tudományos folyóiratokból vitt be párat az osztályába, felütötte a tankönyvet, és azt mondta, gyerekek, a tankönyvben a 220. oldalon az áll, hogy az emberi magzatnak kopoltyúja van, de ez nem igaz. Itt a bizonyíték egy frissen kiadott tudományos folyóiratban. Egy szót sem szólt Istenről, Bibliáról vagy a teremtésről, csak azt mondta, hogy a tankönyvben tévedések vannak. Közölték vele, hogy ezt nem teheti. Nem lehet megmondani a diákoknak, hogy a tankönyvük tele van idejét múlt állításokkal? Ilyen fajta üldöztetéssel találkozhat egy keresztény vagy bárki, aki szembe mer szállni az evolúció elmélettel. Az evolúció egy féltve őrzött állami vallás, ahogy a kommunizmus is egy féltve őrzött állami vallás volt. Kevin Haley biológia tanár volt Oregonban, de elvesztette az állását, mert felhívta a figyelmet a tankönyvekben található hibákra. Azt mondta, ezek a könyvek nem jók. Erre azt mondták neki, ki vagy rúgva? Ha kritizálod a tankönyveket, nem taníthatsz. William Dembskyt a Baylor Egyetemről rúgták ki 2000-ben, mert azt mondta diákjainak, lehet, hogy létezik egy intelligens tervező. Azt mondták neki, ilyet nem mondhat, és elbocsátották. A Baylor Egyetem valamikor keresztény egyetem volt. Forrest Mims tudományos publicista volt éveken át. Nagy magazinoknak írt, mint a National Geographic vagy a Science Digest, de amikor egy állásra jelentkezett a Scientific American-nél, elutasították, azt mondták neki, maga nem dolgozhat itt, mert maga kreacionista. Hiába nem volt semmi köze se a teremtéshez, se az evolúcióhoz annak, amiről írni kellett volna, azt mondták neki, nem vesszük fel, mert hogy nézne az ki, ha a csapatunkban lenne egy kreacionista. Rod Laveque azt mondta a diákjainak, szerintem Darwin elmélete nem igaz. Elvették tőle a biológia óráit, adtak neki más munkát, és ezt mondták, ne tanítson nálunk biológiát, mert a diákjaink elkezdenek kételkedni Darwin elméletében. Így védik az evolúciót, ez egy vallás. Egy indiánai tanárral, Dan Clarkkal közölte az igazgató, hogy nem taníthatja az osztályának a teremtés elméletet. Nincs törvény, ami tiltaná a teremtés elmélet tanítását, nincs bírósági ítélet, ami kimondaná, hogy nem lehet teremtés elméletet tanítani, csak olyan van, ami megtiltja a kötelezővé tételét. És itt a bökkenő. A törvény azt mondja, hogy lehet tanítani, de az igazgató azt mondja, hogy nem lehet. A tanár végül felmondott. Kitartott az elvei mellett, nem engedett a főnökének, és felmondott.
Dean Kenyon írta a Pandákról és emberekről című könyvet. Kenyon természettudományt tanított a San Franciscói Állami Egyetemen. Megírta ezt a könyvet, ami lényegében egy biológia tankönyv, és amiben az áll, hogy kellett, hogy legyen valamiféle tervező, mert az élővilág annyira bonyolult, annyira fantasztikus. Nem az áll a könyvben, hogy térj meg és légy baptista, buddhista vagy katolikus, csak az áll benne, hogy kell, hogy legyen egy tervező. Egy véglegesített biológia professzorról van szó, aki 10 éve tanított a San Franciscói Állami Egyetemen, és könyveket írt az evolúcióról, amikor még hitt benne. De aztán megtért, és azt mondta, hogy nem hiszek ebben az elméletben, egyszerűen nem működik. Ezért kirúgták. De véglegesítve volt, úgyhogy beperelte az egyetemet, mire visszavették laborasszisztensnek, úgyhogy moshatta a kémcsöveket. Újra beperelte az egyetemet, hogy adják vissza a régi állását. Mindez azért, mert azt merte mondani, hogy szerinte az univerzumot valaki teremtette. Texas államban, Lubbockban tartottam előadást pár évvel ezelőtt. Volt ott egy Dini nevű biológia professzor, aki megmondta a diákjainak, hogy aki nem hisz az evolúcióban, az tőlem ne kérjen ajánló levelet az orvosi egyetemre, mert nem adok neki. Ezt évekig lehetett olvasni a weblapján. Ha nem hiszel az evolúcióban, nem kapsz ajánlólevelet. Amikor Lubbockba mentem, dr. Dininek $1000 ajánlottak fel a diákjai, ha hajlandó kiállni velem egy 2 órás vitára, de ő nemet mondott. Pedig szép órabért kapott volna, mégis a professzor azt mondta, nem teszem meg. Elképesztő, hogy micsoda keresztény és kreacionista üldözés van a világi iskolákban. De mitől félnek annyira? Sok olyan tudós van, aki hisz a teremtés elméletben, de nem mer megszólalni, mert tudja, milyen üldöztetésekre számíthat. Ukrajnában vajon hány tanár lehetett, aki nem hitt a kommunizmusban, de nem mert szólni egy szót sem? Ha valaki nem jól mosolygott Sztálinra, gyorsan a gulágon találhatta magát. Ha valaki ma Amerikában nem áll ki az evolúció elmélet mellett, azt száműzik az akadémikusok Szibériájába. Elveszik tőle a pályázati pénzt, elveszíti az állását. A Patrick Henry Egyetemmel hivatalosan közölték 2002-ben, hogy nem akkreditálják az intézményt, mert nem fektet elég hangsúlyt az evolúció oktatására. Egy cikk az Agape Pressből. Egy egyetemi tanárt arra kért a rektor, hogy mondjon fel, miután a diákjai figyelmét felhívta a darwini elmélet hiányosságaira. Ez a Mississippi Nők Egyetemén történt. Pár hete arrafele jártam, és beszéltem pár emberrel, aki tudott a dologról. A hölgyet azért tanácsolták el, mert féltek, hogy a diákjai kételkedni kezdenek a darwinizmusban. De minek járnak az emberek iskolába? Hogy tanuljanak? Vagy hogy dogmákat verjenek a fejükbe? Én azt hittem, hogy tanulni mennek oda, és régen ez így is volt, de ma már nem. Ez nagyon szomorú. Egyébként a professzor, aki kirúgta a hölgyet, nem is hallotta az előadását. Elég volt neki annyi, hogy a hölgy kételkedett a darwinizmusban. A történelem során minden nagyobb tudományágat olyan tudósok indítottak útjára, akik kreacionisták voltak. Az alábbi weblapon találnak egy listát a leghíresebb kreacionista tudósokról, világhírű tudósokról. Gyakran kérdeztem az evolucionistáktól, hogy mi az a modernkori vívmány, amit az evolúció elméletnek köszönhetünk. A számítógép? A telefon? A rádió? A holdutazás? Milyen vívmányt köszönhetünk az evolúció elméletnek? Soha nem válaszolnak, mert ez az elmélet nem adott nekünk semmit. Semmire sem jó. Az elmúlt 400 évben minden fontosabb tudományágat kreacionisták indítottak útjára. Nem hitt mindegyikük egy fiatal földben, mint én, és egész biztosan nem volt mindegyikük független, fundamentalista, radikális baptista, mint én, de mind hittek a teremtésben. Werner von Braun, az űrprogramunk feje kreacionista volt, de William Ramsey és a Wright testvérek is, ők a madarakat tanulmányozták, azt mondták, meg akartuk tudni, hogyan tervezte meg Isten a madarakat, hogy megtudhassuk, hogyan építhetünk repülőgépet. A férfi, aki feltalálta az MRI-t, a mágneses rezonancia berendezés, szintén kreacionista. Ma is élnek közöttünk kreacionisták. Vannak jó könyveink, amiket a websájtunkon is megvásárolhatnak. Az egyik a 6 nap alatt, a második a 7. napon. Az egyiken 50 tudós látható, aki a teremtésben hisz, de itt van még 40 tudós, aki elfogadja a teremtést. Több ezer tudós van, aki a teremtésben hisz, és nem az evolúcióban. Karl Popper, egy híres tudományfilozófus azt mondta, az evolúció nem tény, az evolúció alkalmatlan arra, hogy elméletnek nevezzük, pusztán egy metafizikai kutatási program, nem igazi tudomány.
Az evolúció vallás, de akik hisznek benne, mindig dühösek lesznek, ha ezt mondom nekik. Valószínűleg épp ezért mondom nekik állandóan, mert szeretem őket piszkálni. Julian Huxley, akinek a nagyapja Thomas Huxley lelkesen támogatta Darwint, amikor kijött a könyve, ezt mondta. Azt hiszem, azért örültünk meg annyira a fajok eredetének, mert Istent nem tudtuk összeegyeztetni a szexuális erkölcseinkkel. Nem akarjuk, hogy Isten mondja meg nekünk, mit tegyünk. Ezért fogadták el az evolúció elméletet. Michael Ruse azt mondta, azok, akik hisznek benne, nem csupán tudományt látnak az evolúcióban. Az evolúció számukra egy ideológia, egyfajta szekularizált vallás, a kereszténység tökéletes ellentétele, sajátságos értelemmel és erkölcsel. Ruse azt is mondta, hogy buzgó evolucionista és ex-keresztjén vagyok, de elismerem, hogy az evolúció vallás. Az volt kezdettől fogva, és ma is az. Az evolúció minden értelemben vallás. Az evolúció mese felnőtteknek. Ez az elmélet semmivel sem vitte előbbre a tudományt. Tehát nem igaz, hogy mindenki hisz benne. A tudománynak szinte minden ágát kreacionistáknak köszönhetjük. Az evolúció semmit sem adott a tudománynak. Sokszor diákok és professzorok félnek kimondani azt, amit valóban gondolnak, és ilyenkor a betanult dogmákat ismételgetik. Diákokat buktatnak meg, mert kételkednek az evolúció elméletben. Gyakran keresnek fel azzal gyerekek, hogy biológiából dolgozatot írtunk, és egyest kaptam, mert nem fogadom el az evolúció elméletet. Sokszor kapok ilyen hívásokat is. Diákok kérdezik, hogy mit csináljak, a tanárom egyest adott a dolgozatomra, amiben az evolúciót kritizáltam. Ez bizony szomorú. Ez diszkrimináció. A modern tudomány vívmányaihoz az evolúciónak semmi köze. Az evolúció elmélet nem segíti a tudományt, hanem gátolja. Oké, következő kérdés. Az egyház és az állam szétválasztása. 1. Ilyen kifejezés nincs az alkotmányban. Az egész amerikai alkotmány és a függetlenségi nyilatkozat benne van az állampolgárok kézikönyvében, ami egy kiváló könyv. Van benne egy remek történet az esküdtekről. Elképesztő, micsoda hatalmuk van. Egy esküdt dönthet úgy, hogy nem tetszik neki a törvény. Mondjuk egy városban hoznak egy törvényt, hogy tilos a járdára köpni. Valaki mégis a járdára köpését videóra veszi. Az egész ott van a videó. Megszegte a törvényt. Bíróság elé állítják. De az egyik esküdt azt mondja, nekem nem tetszik ez a törvény, szerintem nem kellene büntetni azt, aki a járdára köp. A bíró erre figyelmezteti az esküdteket, a törvény szerint kell dönteniük, de az esküdtnek nem kell törődnie azzal, amit a bíró mond. Csak bólogat és mosolyog, aztán bemegy abba a kis szobába és azt mondja, nem bűnös. A többi esküdt persze azt gondolja, hogy ez az esküdt meghibbant. Mi az, hogy nem bűnös? Látta a videót? Láttam, de a törvény rossz. Törvény hatálytalanítás az esküdtszék által. Tanulságos történet. Az alkotmány nem beszél az egyház és az állam szétválasztásáról. A föderalista írásokból, amiket az alapító atyák írtak, amikor az alkotmányon dolgoztak, kiderül, hogyan gondolkodtak. Aznap, amikor megszavazták az első alkotmánymódosítást, ami nem az egyház és az állam szétválasztását mondja ki, hanem azt, hogy a kormány nem hozhat létre vallást és nem tilthatja a vallás gyakorlását, aznap a kongresszus megszavazott 25 ezer dollárt egy katolikus papnak, hogy beindíthasson egy indián missziót St. Louisban. Nem akarták az egyházat és az államot szétválasztani. Az államot akarták az egyházon kívül tartani, nem pedig az egyházat a kormányon kívül. Az alkotmányban szó nincs az egyház és az állam szétválasztásáról. A keresztény tanárok tehát legálisan tehetnek keresztény dolgokat az iskolákban. A bátyám 34 évig tanított állami iskolákban, és végig ott volt egy Jézus kép az íróasztalán. Sok tanár tart Bibliát az íróasztalán, de most elképzelhető, hogy az igazgató esetleg ezt is meg fogja tiltani a jövőben. Pedig a dolog teljesen legális. Ha valaki mégis bajba kerülne, keresse föl Matt Staver vagy David Gibbs szervezetét Orlandóban. Ők ilyen ügyekkel foglalkoznak. Az történt, hogy Thomas Jefferson írt egy levelet pár baptista lelkésznek, amikor megemlítette az egyház és az állam szétválasztását. Az ateisták ez alapján mondják, hogy nem lehetnek keresztény dolgok a kormányban. Micsoda ostoba gondolat! Az országunk alapítói egy keresztény országot alapítottak meg. Az alapító atyák mind ezt mondták, erről olvashatnák az alábbi honlapon is. A lényeg, hogy az egyház és az állam szétválasztása nem alkotmányos, úgyhogy ne dőljenek benne. A következőkről van szó. Az Egyesült Államok alkotmánya első törvénycikkei 10. paragrafusa kimondja, hogy jogunkban áll szerződéseket kötni. Ha valaki azt mondja, hogy Hovin testvér, életem végéig fizetek neked $10 óránként, akkor aláír egy szerződést.
De megszegi a szerződést, erre én beperelem. Ő azzal védekezik, nekem alkotmányos jogom megtartani a pénzem. Ez igaz, de alkotmányos joga volt szerződést kötni, amit meg is tett. A bíró a szerződésről szóló paragrafusra fog hivatkozni. Manapság az a helyzet, hogy az egyházak is szerződést írnak alá a tudtukon kívül. Aláírják, hogy 501c3-ak akarnak lenni. Amint ezt megteszik, többé már nem egyházak, hanem gazdasági társaságok. Isten teremtette az embert, és ő hozta létre az egyházat. Az emberek hozták létre a kormányt, a kormány pedig a gazdasági társaságokat. Így, amikor az egyház gazdasági társasággá válik, azzal hihetetlen mód eltávolodik onnan, ahol Isten szerint lennie kellene, és az állam részévé válik. Aki szokta olvasni az adótörvényt, lapozzon el az 508. rendelethez. A C1A pont kimondja, hogy az egyházak nem kötelezhetők az 501C3 aláírására, de ha aláírták, akkor attól kezdve a hatály alul nem mentesülhetnek. A kormány elismeri, hogy az egyházaknak nem kell gazdasági társaság státuszt felvenniük, de ha megteszik, azzal gyakorlatilag kurokba dugják a fejüket, nem politizálhatnak, nem vehetnek részt politikai kampányban. Akkor az egyház és az állam szétválasztható? Ha aláírták az 501c3-at, akkor valószínűleg igen. De ha igazi egyházi szolgálatot végeznek, akkor nem, akkor nincs gond. Van egy kérdés, amit nagyon gyakran tesznek föl nekem. 16 éve minden héten elhangzik ez a kérdés az előadásaim után. Hovin, hogyan láthatunk több milliárd fényévre levő csillagokat? Azt állítja, hogy a Föld csak 6000 éves. Akkor hogyan láthatjuk a csillagokat? Tegnap a rádiós műsorunkban betelefonált valaki, és azt mondta, Hovin, kiszámoltam. 6000 fényév sugárral számolva csak ennyi köbmérföld lenne a világegyetem, és abba csak ennyi csillag férde el. Erre én egy pillanat. Ki beszélt 6000 fényév sugárról, mire ő? Hát maga mondta, hogy a Föld csak 6000 éves. Tényleg ezt mondtam, de azt nem, hogy az összes csillag 6000 fényév távolságon belül található, ez nevetséges lenne. De tényleg, hogy láthatunk több milliárd fényévre levő csillagokat, ha a világegyetem csak 6000 éves? A Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy mindössze 6000 éves. Isten teremtett mindent, sőt, először a Földet teremtette meg, 1 Mózes 1, aztán 14. vers a csillagokat. Az evolúció szerint a csillagok alakultak ki először, és csak azután a Föld. A Nehémiás 9-ben olvassuk, Uram, Te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit. Isten azt állítja, hogy mindezeket ő teremtette, úgyhogy vagy ő volt, vagy nem. Mi a helyzet akkor a csillagokkal? Nos, a csillagászok átlagban 30 évente észlelik, hogy valahol felrobban egy csillag. Nézelődnek a távcsöveikkel, és valaki felkiált, hé, megint ott van egy, ezt novának hívják. Ha nagyon nagy, akkor szupernovának. Spanyolul a nova azt jelenti, nem megy. Egyébként Mexikóban ezért nem fogyott a Chevrolet Nova. Hé, kell egy jó Nova? Miért kéne, az nem megy sehova. 30 évente felrobban egy csillag. A csillagászok a teleszkópjaikkal az eget kémlelik, és próbálják megszámolni a Nova gyűrűket. Ezeket halott csillagnak nevezik. 300-at sem találtak belőlük. De ha 300-nál is kevesebb szupernova gyűrű van, és 30 évente keletkezett egy, akkor egy szorzás, és kiderül, hogy az univerzum úgy 9000 éves. Ha az univerzum több milliárd éves lenne, akkor sokkal több szupernova gyűrűnek kellene lennie. De miért van az, hogy 300-nál is kevesebbet találtak? Csak nem azért, mert az univerzum 10000 évnél is fiatalabb? Na, ez a válasz nem tetszik nekik, pedig logikus következtetés. Ha minden 30 évben felrobbanna legalább egy csillag, akkor legalább egynek kellene születnie minden 30 évben, hogy fennmaradjon az egyensúly. Számos országban magasabb a halálozások száma a születések számánál, például Németországban, de ami előbb-utóbb gondot fog okozni. Csillagoknak kellene születniük, de eddig még senki sem látott csillagot születni. Egyet sem. Felrobbant csillagokat folyton látunk, de csillagot születni nem, és erre mindjárt vissza fogok térni. A Hubble teleszkóppal végzett kutatások alapján a tudósok úgy vélik, hogy mintegy 70 szextillió csillag létezik. 70 szextillió. Azt mondják, az univerzum 20 milliárd éves. Akkor számoljunk. Ezek szerint percenként 6,5 millió csillagnak kellene születnie. Ahhoz, hogy a ma ismert csillagok ott lehessenek az égen, 6,5 millió csillagnak kellett volna születnie percenként 20 milliárd éven keresztül. Ebben nincsenek benne az eddig fel nem fedezett csillagok, mert azokat még nem láthatjuk.
Néhány tankönyvben azt olvassuk, hogy folyamatosan születnek új csillagok gáz és porfelhőkből. Ez ostobaság. Nem tudom, hogy lehet ilyesmit leírni egy fizika tankönyvben. Az elsős gimnazisták is tudják, hogy ha összenyomjuk a gázt, akkor megnő a nyomás és megnő a hőmérséklet, amitől a részecskék távolodni próbálnak egymástól. Ez a Boyle-Mariot törvény. Soha senki nem látott olyasmit, hogy porból magától szilárd test alakult volna ki. Ahhoz hihetetlenül nagy nyomás kellene. Egyszer megkérdem egy professzortól. Mondja csak, hogyan lesz a porból szilárd test? A válasz ez volt. Nos, kiszámítottuk, hogy ha 20 csillag egymáshoz közel robban fel, akkor elég nyomás keletkezik egy új csillag születéséhez. Mire én? Ez aztán remek. 20 csillagnak kell elpusztulnia ahhoz, hogy egy megszülessen. Ez pont olyan, mintha azt mondaná, hogy az államadóságot hitelből kell kifizetni. Ezzel a 20-ból egy módszerrel sohasem kapunk egy csillagokkal teli univerzumot. Ráadásul ez is csak egy feltételezés, amit soha senki nem figyelt meg. Egy alkalommal Új-Mexikóban jártam egy kutató központban, ahol képeket mutattak nekem egy csillag bébiről. Azt mondták, ez egy születő csillag, én csak egy világos foltot láttam a képen. Egy fickó a Science Magazine-ban elismerte, hogy a modern asztrofizika szégyene, hogy még annyit sem tudunk, hogyan alakultak ki a csillagok. Senki sem tudja, hogyan alakulhatnának ki csillagok porfelhőkből. Soha senkinek nem sikerült megfigyelnie, hogy anyag zuhant volna egy csillagembrióba, pedig ennek kellene történnie, ha a csillag valóban a kialakulás folyamatában lenne. És soha senkinek nem sikerült megfigyelni egy molekula felhőt, amely éppen összeomlik. Az, hogy pontosan hogyan omlik össze egy csillagközi felhő egy része is válik csillaggá, még mindig ismeretlen előttünk. A csillagászok még nem találtak összeomló félben levő csillagközi felhőt. A csillagok kialakulása a modern asztrofizika egyik legalapvetőbb problémája, amelyre egyelőre nincs megoldás. Pontosan senki sem ismeri a csillagok kialakulásának a mechanizmusát, az egész annyira rendkívüli. Aki tehát azt mondja önöknek, hogy új csillagok születnek, az vagy nem tudja, mit beszél, vagy hazudik. Mert senki sem tudja, hogyan működik a dolog. Még elméletnek sem túl jó ez az összenyomott porból csillag dolog, és nincs is rá bizonyíték. A következő történik, világos foltokat látnak az űrben levő porfelhőkben. Nézik mondjuk a rák csillagködöt, és egy nap az egyik folt hirtelen világosabbá válik a többinél. Mire a csillagászok azonnal kijelentik, hogy egy csillag születik. Pedig lehet, hogy csak a por tűnt el a csillag elől, ami már korábban is ott volt. Lehet, hogy egy csillag felrobbanás közben talán egy új szupernova. Azok is nagyon fényesek. A lényeg pedig, hogy senki sem tudhatja, hogy épp egy csillag születik. Ne hagyják, hogy bemagyarázzak önöknek, hogy egy csillagot láttak megszületni. Ilyesmit senki sem látott. Felrobbanni látjuk a csillagokat, de ez az ellenkezője annak, amit az evolúció elmélet állít. Az 1 Mózes 1-ben olvassuk, és meghatározó jegyei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. És megteremtette a csillagokat. Isten azt mondja, hogy ő alkotta a csillagokat, ő az, aki megszabja a csillagok számát. Nem csak a csillagok számát szabja meg, de mindegyiknek számot is ad. Mindegyik csillag számát tudja. Zsoltár ezt írja, dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönt a mennyek felett. Ez az egyetlen vers, amely ilyesmiről szól, a vizek is ott fönt a mennyek felett. Mózes első könyvében, az első fejezetben a boltozat felett levő vízről esik szó. Mellesleg az Isten által teremtett világ nagyon különbözött attól, amit ma látunk magunk körül. Főleg szárazföld volt a bolygónk, a víz java a földkéregben volt található. Volt tehát a föld és a menny egyes számban. Azt hiszem, csak a King James fordításban fordították jól az 1 Mózes 1:1-et, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A többi fordítás mennyeket ír. Volt a föld és volt a menny, ami kifeszített teret jelent. Ezt Isten 3 részre osztotta, első menny, második menny és harmadik menny. Az első menny az, ahol a madarak szállnak, a 20. és a 21. vers ír erről. Aztán ott volt a víz a boltozat felett. Néhány kreacionista nem hisz a mennybolt elméletben. Én elolvastam az erről szóló írásaikat, de szerintem tévednek. Sokan azt mondják, ha nem ért egyet velünk, akkor nem ért a teremtéstudományhoz, kutasson tovább. Én rengeteget kutatok és nem értek egyet velük. Én úgy hiszem, hogy volt egy levegőréteg, amit Ádám belélegezhetett, afelett egy réteg víz, hogy megvédje őket, aztán jött egy réteg csillag, és még több víz. Ezt csak a 148. Zsoltárral tudom alátámasztani. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn a mennyek felett. Ez jelen idő. Van még víz a mennyek felett? A 104. Zsoltár erről így ír.
Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. Lehetséges, hogy van még egy vízréteg a világűrön túl? Meg lehet, hogy mindaz, amit mi univerzumnak nevezünk, ami oly hatalmasnak tűnik, vízben vagy egy kristályban található, és azon kívül tartózkodik Isten? A harmadik mennyben? Lehet, hogy van egy harmadik menny, ahol Isten él? Nem mintha erre szükség lenne, mert ő csak van. A 29. Zsoltár írja, az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten a nagy vizek fölött. Talán mindaz, amit éjszaka látunk, amikor fölnézünk az égre, és azt mondjuk, mennyi csillag, talán csak egy üveggömb Isten kredencén, amit néha megráz és megkérdezi, na, mi újságod a bent? Vissza a 148. Zsoltárhoz. A vizek is ott fönn a mennyek fölött. Sokan kérdezték már, hogy hol van az utolsó csillag, és mi van azon túl. A választ nem tudom, de lehetséges, amint a Biblia írja, hogy van még víz a mennyek fölött. Rengeteg csillag van odakint az űrben. A legutóbbi Hubble becslés szerint minden emberre jut 11 trillió csillag. Ez 70 ezer trillió csillag elosztva 6 milliárd fővel. Szóval önökre is fejenként 11 trillió csillag jut. Az történt, hogy a Hubble teleszkóppal ráfókuszáltak egy pontra. Találtak egy porszemnek tűnő pöttyöt a nagy göncöl felett, ami korom fekete volt. Úgy gondolták, ebben a fekete pontban már nem lesznek csillagok. Aztán csak ráfókuszáltak, hogy megnézzék, mi van benne. 10 nappal később annyi csillagot találtak, hogy meg sem tudták számolni. Ezek vadonatúj, addig nem látott csillagok voltak. Hubble Deep Field névre keresztelték ezt a valamit, amiről addig nem volt tudomásuk. Feltételezték, hogy ez így van az egész világűrben. A csillagokat tehát igazából nem tudjuk megszámolni. Mellesleg, ezt mondja a Biblia is. Hogyan lehet megállapítani a csillagok távolságát, és hogy lehet az, hogy a Föld 6000 éves, a csillagok pedig olyan messze vannak? Jogos a kérdés. Stephen Hawking azt mondja, a csillagok olyan messze vannak, hogy gombos tűhegynyi fénypontnak tűnnek a számunkra. A méretükről és az alakjukról nincs fogalmunk sem. Akkor hogyan tudjuk megkülönböztetni egymástól a különböző típusokat? A legtöbbjük esetében csak egy dolgot tudunk róluk, az pedig az általuk kibocsátott fény színe. Ha belenéznének a legnagyobb földi teleszkópba, ez mondjuk pont nem az, de ha belenéznének a legnagyobb teleszkópba, és megnéznék a legközelebbi csillagot, az Alpha Centaurit, 4,5 fényévre, nem látnának más, csak egy pontot. Ha a távcsővel ráfókuszolnék a napra, egyre nagyobbnak látnám, amíg végül látnám a napszelet, a napfoltokat, a színek változását és a napfelszínét. Ha egy távoli csillagot próbálunk teleszkóppal megnézni, sohasem láthatjuk a felszínét. Még senki sem látta egyetlen távoli csillag felszínét sem. Belenézhetnek a Föld legnagyobb teleszkópjába. A csillagot csak egy apró pöttynek fogják látni, csak azt lehet megállapítani, hogy a színe vörös, sárga vagy kék. Ennyit lehet látni. Így aztán minden, amit a csillagokról gondolunk, azt a színe alapján feltételezzük. De hogyan is lehet megállapítani egy csillag távolságát? Én évekig tanítottam trigonometriát. Ha van két megfigyelési pontunk, ki tudjuk számítani a harmadik pont távolságát, mert egy háromszöget kapunk. A trigonometria ugye háromszögekkel foglalkozik. Ha ismerünk egy távolságot és két szöget, vagy a két távolságot és egy szöget, ki tudjuk számolni a háromszög többi paraméterét. De van egy kis gond. A Föld átmérője mindössze 12.900 km, ami a csillagok távolságához képest semmi. Ha én egy csillagot nézek, valaki más pedig Kínában nézi ugyanazt a csillagot, akkor 12.900 kilométerre vagyunk egymástól, ha egy egyenes vonalat húzunk a Földön keresztül. Ez a távolság szinte semmi. Azért ezt a Föld átmérőnyi távolságot meg lehet növelni. A Föld ugyebár a nap körül kering, és egy szép nagy pályát ír le. 107.000 km/h sebességgel halad. A nagy versenypályát egy év alatt futja le. A Föld naptól való távolsága átlagosan 150 millió kilométer. Ami elég sok, de nem a fény számára. A napfény 8 perc alatt ér a Földre. Tehát ha 8 fénypercnyire vagyunk a naptól, akkor a keringési pályánk átmérője 16 fényperc. Azt tesszük tehát, hogy megnézzük a csillagunkat januárban, aztán megint megnézzük júniusban, és akkor azzal meg is tettük ennek a szörnyű nagykörnek a felét. Így kapunk két megfigyelési pontot, amivel felnagyítottuk háromszögünk alapját, ami most óriásinak tűnik. Ember, 300 millió kilométer.
pedig ez még mindig nem valami sok, egy év 525 ezer percből áll. Ha ez a kép, amin a kis sárga pöcs van, ha ez a lépték, és ez a Föld pályájának az átmérője, nem a Föld átmérője, akkor az átmérő aránytalanul nagynak van feltüntetve. Elmondom, milyen matematikai megfontolások állnak a háttérben. Ha két megfigyelő egymástól 40 cm-re állítaná fel a teleszkópját, és mindketten egy 13,3 km-re levő pontra fókuszálnának, ugye egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy ez egy meglehetősen soványka háromszög lenne. Rajzoljunk a parkolóba két pontot egymástól 40 cm-re, aztán rajzoljuk meg a harmadikat is, de ezt már 13,3 km-re. Pontosan ilyen háromszöget kapunk akkor, ha két ember a Föld keringési pályája átmérőinek a két végpontjáról próbálna megmérni egy fényévnyi távolságot, egyet. Nem vagyok biztos benne, hogy valaki meg tudná mondani pontosan, hol volt 6 hónappal ezelőtt. Ó, igen, 6 hónappal ezelőtt januárban, nos, hol is voltam? De ezzel most ne is foglalkozzunk, ettől a tényezőtől most tekintsünk el. Pontosan nem lehet megmondani, hogy hol voltunk 6 hónappal ezelőtt, de az a szög, amit így kapunk, akkor is 17 ezred fok lesz. Képzeljék csak el, két fickó felállítja a teleszkópját, egymástól 40 centire vannak, én pedig elviszek egy pontot 13,3 km-re, de ezt nem mondom meg nekik, mindketten ráfókuszálnak a pontra és látják a pontomat. Ők csak ennyit tudnak, a kettejük közt levő távolságot és ezt a hihetetlenül kicsi szöget. Aztán azt mondom nekik, srácok, a távolság és a szög alapján számoljátok ki, hogy milyen messze van ez a pont. Azt hiszem, ezt nehéz lenne megtenni egy fényévvel. Valamilyen szinten biztosan találgatni kellene. Ha 100 fényévet akarunk megmérni, akkor még nagyobb gondban vagyunk, mert a mi kis pontunkat 1330 kilométerre kell elvinnünk. A két fickót felültetem ennek az épületnek a tetejére, egymástól 40 cm-re, ráfókuszálnak egy pontra, ami a nagyjából 1330 km-re levő Chicagóban van, de nem mondom meg nekik a távolságot. Mondják meg ők a pont távolságát a teleszkópjaik által bezárt szög alapján. Én azt mondom, hogy ez lehetetlen. Megmérni 15 milliárd fényévet? Ez teljességgel lehetetlen. Szerintem igazi műszerekkel nem lehet megmérni 100 fényévnyi távolságot sem. Ebben a tankönyvben az áll, hogy trigonometrikus parallaxis módszerrel meg lehet mérni 100 fényév távolságot. Én ezt kétlem, de legyen nekik 100 fényév. Legyen 1000 fényév, hogy ne sírjanak. De milliárd fényévnyi távolságokat nem lehet megmérni, ez tény. Mit tudunk tehát a csillagfényről? 2004-ben azt mondták, hogy az új SIM technológiával reménységeik szerint pontosabb csillagtávolság mérésekre lesznek képesek. Azt mondják, a SIM-mel meg tudják majd mondani a csillagok távolságát 890 milliószor millió kilométer esetén 10%-os pontossággal. Az 82 ezer fényév. Aztán azt mondják, ezzel a mai távolságoknál több százszor nagyobb távolságokat fogunk tudni megmérni. Na, álljunk meg egy percre. Ha több százszor nagyobb távolságokat fognak tudni megmérni, és ez a távolság 82 ezer fényév, akkor a 82 ezer fényévet több százal elosztva néhány száz fényévet kapunk. Nekem úgy tűnik, ezzel elismerik, hogy mindössze pár száz fényévet tudnak megmérni. Ezzel nem is vitatkoznék, bár szerintem még így is nagyítanak, de hadd legyen nekik pár száz fényévük. De több milliárd fényévet nem tudnak megmérni, ez a lényeg. Tehát, srácok, ha suliban azt tanítják, hogy egy csillag 14,6 milliárd fényévre van, ne higgyétek el. Lehet, hogy úgy van, de nem tudják bizonyítani. A SIM technológiával remélik, hogy meg tudnak mérni akkora távolságot, amekkora a mi galaxisunk átmérője. De most nem tudjuk megmérni még ezt sem, nemhogy más galaxisok tőlünk való távolságát. Úgyhogy szerintem nézzük fel a csillagokra, és mondjuk azt, milyen hatalmas a mi Istenünk, és ne azt, hogy tudjuk, milyen messze vannak, tudjuk, hogy alakult ki. Az ilyen mondatokat hallva az ember legszívesebben lekeverne egyet néhány ateistának. Szolgálnák inkább Istent. Nézzék, mit alkotott. Szóval, mit tudunk a csillagfényről? Egy. Nem tudunk nagy távolságokat megmérni. Egyszerűen lehetetlen. Kettő. Nem tudjuk, mi a fény. Szoktuk hívni hullámnak, fotonnak vagy részecskének. Tudjuk, mit csinál, állandóan használjuk.
De adjon valaki egy doboz fényt, vagy fese pirosra. Mi a fény? Azt sem tudhatjuk, hogy mindig ugyanolyan sebességgel terjed-e az időben és a térben. A fekete lyuk elmélet alapja az a feltételezés, hogy a gravitáció hatással van a fényre. De ha a gravitáció hatással van a fényre, akkor a fénysebessége nem lehet állandó. A Harvardon 99-ben lelassították a fényt 61 km per órára. Egy évvel később 1,5 km/h, majd a következő évben megállították. A fény 300.000 km tesz meg másodpercenként, de lelassították. A Harvardon megcsinálták, és Cambridge-ben is. Megismételhető, bizonyítható kísérletet végeztek vele, ami valóban tudomány. Ha valaki elvégez egy kísérletet és kap egy eredményt, aztán valaki más is elvégzi ugyanazt a kísérletet és ugyanazt az eredményt kapja, az tudomány. Lelassították a fényt. A Fox News hírcsatornán bejelentették, sikerült megállítanunk egy fényimpulzust. A fény sebességét nullára csökkentették. 2000-ben a Princeton Egyetemen felgyorsították a fényt az eredeti sebesség 300-szorosára. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy az a csillag 10 milliárd fényévre van, ebből következik, hogy az univerzum 10 milliárd éves, annak baj van a logikájával. Valószínűleg ő maga sem veszi észre. Ha eljönne egy előadásomra, észrevenni. Barry Satterfield, ausztrál csillagász a következőt mondta. Az elmúlt 300 évben a fénysebességét 164 alkalommal mérték meg 16 különböző módszerrel, és publikálták az eredményeket. A fénysebessége olyan mértékbe csökkent, amit nem lehet mérési hibának tulajdonítani. Ez az ábra a fénysebesség csökkenését mutatja be az elmúlt 150 évben publikált adatok alapján. Jól látható a csökkenés. Úgy 1960-ig egyre csökken a fénysebessége. Az elmúlt 40 évben bárki mérte meg a fénysebességét, mindig ugyanazt a számot kapta, 299.792,458 ezred méter per szekundum, azt hiszem. Mindegy. Annak, hogy 1960 óta nincs változás, két oka lehet, vagy három. Pontosabban mérünk, jobbak a műszereink, és okosabbak vagyunk. Régen mindenki ostoba volt, de mi már okosak vagyunk. Mi jól mérünk. A másikok az lehet, hogy a logaritmus görbe végén vagyunk, ezért nem látunk további lassulást. A logaritmus görbe a vége felé többé-kevésbé kiegyenesedik. A harmadikok viszont az lehet, hogy 1956-ban találták fel az atomórát, és ettől kezdve ezt használják a fénysebesség mérésére. Na, várjunk csak! Az atomórát a cézium atom hullámhosszához igazították, így az a fénysebességhez van állítva. De ha van egy óránk, aminek a működése a fénysebességen alapszik, és ezzel mérjük a fénysebességét, nos, ha a fénysebesség megváltozik, azt ezzel az órával sohasem vesszük észre. Olyan ez, mintha ikreket hasonlítanánk egymáshoz. Hihetetlen, hogy egyik sem nő. Még 1987-ben azt mondták, a fény a nulladik másodpercben 10 milliárdszor gyorsabb volt. A fénysebességnek nagyobbnak kellett lennie. A 80-as évek óta jelennek meg cikkek, amik arról írnak, hogy a fénysebesség nem állandó. Azt írták. Nincs olyan fizikai törvény, ami meggátolná a fényt abban, hogy túllépje a fénysebességet. Két kísérlet során a fénysebességet sikerült 100-szorosan átlépni. Az ősrobbanáshoz a mainál nagyobb fénysebességre van szükség. Dr. Maggiello mondja, döbbenetes eshetőség, hogy a fénysebesség talán változott az univerzum egyes korszakaiban. Lehetséges, hogy a fény valamikor gyorsabb volt? A fénysebesség változhatott az idők során, állítja egy tanulmány. Winnipeg Free Press, semmiben sem bízhatunk, már a fénysebességben sem. Leírtuk, hogyan adhat választ a változó fénysebesség a jól ismert kozmológiai talányokra. Az egyik rejtély, amit a változó fénysebesség megoldani látszik, az, hogy miként lehetséges, hogy a kozmosz olyan pontjai, amelyek egymástól annyira távol vannak, hogy soha nem lehettek egymással kapcsolatban, ugyanazon fizikai törvényeknek engedelmeskednek, és még a hőmérsékletük is egyforma. A fény csak akkor juthatott volna el az egyik pontból a másikba, ha a teremtés utáni pillanatban sokkal gyorsabban terjedt volna, mint ma. Akkor a fénysebesség állandó, vagy nem? A Reuters cikkében ez áll, lehetséges, hogy a fénysebessége nem állandó. Az elmúlt 15 évben több tucat ehhez hasonló cikk jelent meg. Úgyhogy ne hagyják, hogy valaki bemagyarázza önöknek, hogy a fénysebessége állandó, mert ezt ma nem tudja senki. A Discover magazine-ben tették fel a kérdést. Einstein tévedett volna a fénysebességét illetően? A cikk válasza, igen, tévedett. A fénysebessége nem állandó.
Egy olasz tudós ugyanezt írja a könyvében. A harmadik dolog, amin el kell gondolkozni, az az, hogy a teremtés befejezett és teljes volt. Tehát a nagy távolságokat nem tudjuk megmérni, a fénysebessége nem állandó, a teremtés pedig teljes volt. Ne feledjük, hogy Jézus borrá változtatta a vizet. Nem teremtett először szőlőt, a víz nem jutott el a földből a szőlő gyökerébe, a fürtöket nem préselte ki senki, és nem készített belőle bort. Nem. Jézus egyből borrá változtatta a vizet. Mi történt a köztes lépésekkel? Isten kihagyhatja mindet, neki nincs erre szüksége. Meg szoktam kérdezni az emberektől, hogy hány éves volt Ádám a hatodik napon? Tudja valaki? Nulla. És nulla évesnek nézett ki? Nem, inkább olyan 53 évesnek, felnőtt férfi volt. Isten nem két csecsemőt teremtett az Édenkertben, egy csomag maggal, és azt mondta nekik, tessék, ezeket gyorsan ültessétek el, különben éhen maradtok. Isten kifejlett férfit és nőt teremtett egy kész Édenkertbe. Már aznap enniük kellett valamit, kellett, hogy lógjon valami a fán. Ha az ember elültet egy fát, 4-5 év kell, hogy termőre forduljon. A teremtett világnak kifejletnek kellett lennie. A negyedik fontos dolog, hogy a fényév távolság és nem idő. Ha pedig a fénysebességről nem bizonyítható, hogy állandó, mi köze lehetne a csillagok távolságának az univerzum korához? Én nem azt mondom, és soha nem is mondtam, hogy az összes csillag egy 6000 fényévnyi sugarú gömbön belül található. Nem is ismerek olyan kreacionistát, aki ezt tanítaná. A csillagok valószínűleg több milliárd fényévnyire vannak, de megmérni a távolságukat nem tudjuk. Itt ez a cikk. Hogyan állapítják meg a tudósok a csillagok korát? Egy csillag abszolút korát úgy állapítjuk meg, hogy összehasonlítjuk a színét és a fényességét a csillag evolúciós modellek többi tagjának színével és fényességével. Micsoda? Úgy állapítjuk a korát, hogy megtippeljük a korát. Mert pontosan ezt mondják. Szerintem rosszul teszik fel a kérdést. A kérdés ez, hogyan jutott el a fény a csillagtól a Földre? Ez a kérdés rossz. A Bibliában 17 alkalommal olvashatjuk azt, hogy Isten kifeszítette az eget. Ha pedig kifeszítette az eget, akkor nem az a kérdés, hogy hogyan jutott el a fény a csillagtól ide, hanem az, hogy miként jutott el a csillag innen oda. Erre a kérdésre kell válaszolni. A Biblia elég világosan leírja, hogy Isten először a Földet teremtette meg, aztán a csillagokat. Tehát először megteremtette a Földet, aztán pedig innen feszítette ki az eget. Ádám így láthatta a csillagokat a 6., a 7. és a 8. napon. Azt láthatta, amint a csillagok a helyükre kerülnek, maguk mögött hagyva egy fénycsóvát. Lehetséges tehát, hogy a csillagok ma sok milliárd fényévnyire vannak, mégis 6000 évvel ezelőtt teremtette őket Isten 6 nap alatt. Russell Humphreysnak van egy könyve, amit elolvastam, bár nem mindennel értettem egyet benne. Humphreys jó dolgokat ír a fényről, meg az időről, az alapfeltételezésével viszont nem értek egyet. Azzal kezdi a könyvet, hogy a fénysebesség állandó, és ezt próbálja megmagyarázni. Aztán belemegy ebbe a meggörbült, meghajlított világűr dologba. Szerintem az egész ennél sokkal egyszerűbb. A fénysebesség nem állandó. Isten teremtette a világot, és kifeszítette az eget. Ha pedig volt kifeszítés, akkor az még a vörös eltolódásra is magyarázatot adhat. Tartunk egy kis szünetet, aztán folytatjuk a vörös eltolódással. Okay, let's go on to the question we often get. Well, what about the red shift? Doesn't that prove the universe is? Mit bizonyít a vörös eltolódás? Azt, hogy az univerzum tágul, vagy azt, hogy az univerzum több milliárd éves? Elmondom, miről van szó. Ha a fény útjába prizmát helyezünk, megtöri a fényt, és az itt látható színekre bontja. Ha a teleszkóp végére teszünk prizmát, és úgy nézünk meg vele egy csillagot, a csillagfény keresztül megy a prizmán, és ugyanilyen színekre bomlik. Ebből meg lehet mondani, mi ég a csillagban, mert a különböző kémiai elemek különböző színnel égnek. A rész például zöld színnel ég. A csillagfénye sokat elárul a csillagról. Amikor először használtak spektroszkópot, kis fekete vonalakat is láttak a csillagfényben, ami arra utalt, hogy egy bizonyos elem ég a csillagban, de a színe a vörös felé tolódott el. Nézzék, a kép közepén a fekete vonalak eltolódtak a vörös oldal felé. Ezt nevezik vörös eltolódásnak, de vajon mi okozhatja? Miért tolódik el a fekete vonal a vörös szín felé? Nos, több elmélet is választ próbál adni erre a kérdésre, de a legáltalánosabban elfogadott elmélet szerint a Doppler hatás okozza.
Ezt tanítják az iskolákban is. Ha vártak már vonatra a peronon, akkor észrevehették, hogy ahogy a vonat közeledik, összenyomja a hanghullámokat, ezért a hangját egyre magasabbnak halljuk. A távolodó vonat széthúzza a hanghullámokat, így a hang mélyebbé válik. Ezt nevezik Doppler hatásnak. Ugyanezt történik, ha a hangforrás közeledik felénk, illetve ha mi közeledünk a hangforráshoz. Az elmélet szerint a közeledő csillag összenyomná a fényhullámokat, kék eltolódást okozva, a távolodó pedig megnyújtaná a fényhullámokat, vörös eltolódást eredményezve. Ez az elmélet. Hogy valóban mi okozza, szerintem senki sem tudja biztosan. Egy fickó azt mondta, ez volt az első jele annak, hogy a vörös eltolódás megbízhatóan adja meg a kvazárok távolságát. Azonban a diagram nagy szórást mutat a fényességet illetően. Tény, hogy a fényesség mértéke között alig látszik kapcsolat. Vagy a kvázárok hihetetlenül eltérő fényességűek, vagy a vörös eltolódás nem utal a tőlünk levő távolságukra. Szerintem senki sem tudja biztosan, mi okozza a vörös eltolódást, az pedig biztos, hogy a vörös eltolódás alapján nem lehet megmondani egy csillag távolságát. Mégis ezt teszik. Ránéznek egy csillagra, és azt mondják, ez jobban eltolódik a vörös felé, biztosan legalább 10 milliárd fényévnyire lehet, és nem 8 milliárdnyira. Messze menő következtetéseket vonnak le egy igen kevés adat alapján, szerintem. Egy fickó azt mondta, hogy ebből csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy legalább néhány kvázár relatíve közelebb van hozzánk, a vörös eltolódás pedig nem az univerzum tágulása okozza, hanem valami más. Lényegében azt mondja, hogy nem is tudjuk pontosan, mi okozza a vörös eltolódást. Van egy jó könyv, amit mindenkinek javaslok, a címe az Evolúció törő. Egész sok szó esik benne a vörös eltolódásról és a Doppler hatásról, meg arról, hogy mi okozza. Nagyon jó dolgok vannak benne, és egy gimnazista is megérti. Ebben a cikkben az áll, hogy egy nagy vörös eltolódású kvazárt találtak egy közeli, kisebb vörös eltolódású spirál galaxisba ágyazva. Hogy lehet az, hogy egy csillag egy másik csillagon belül található, mégis más a vörös eltolódása, pedig a vörös eltolódást a távolság adja meg? Lényegében elismerték, hogy találtak egy kvázárt egy galaxisban, és a kettő vörös eltolódása különböző volt, pedig nyilvánvalóan ugyanolyan távolságra vannak tőlünk. Erre azt mondták, hogy a hagyományos ősrobbanás elmélet szerint a kvázároknak a látható világegyetem peremént kellene lenniük. Ezek elméletileg szuperfényes fekete lyukak, a mi napunknál egy milliószor vagy százmilliószor nagyobb tömeggel rendelkeznek, és egy anyagokból álló korong veszi őket körül. Az anyag egy része belezuhan a fekete lyukba, óriási energia kibocsátást eredményezve. Amikor erre rájöttek, megjelent egy másik cikk is, egy felfedezés, amiből kozmikus fejtörő lett. Lehetséges, hogy egy távoli kvázárt találtunk egy közeli galaxisban? Ez a felfedezés gondot okozott. Hogy lehet két objektum ugyanazon a helyen, mégis tőlünk mérve más távolságban? Akkor nincs probléma, felismerjük, hogy a vörös eltolódással nem lehet távolságot meghatározni. De ezek az emberek be akarják magyarázni, hogy az univerzum átmérője több milliárd fényév, ami valószínű, és ebből következik, hogy több milliárd éves. Ez a probléma forrása. Ha elfogadnák a Bibliát, akkor nem lenne probléma. Ebben a cikkben az áll, hogy egy nagy vörös eltolódású kvázárt találtak egy kisebb vörös eltolódású spirálgalaxisba ágyazva. Az ősrobbanás hívei értetlenül állnak a talány előtt. El is hiszem. A Science News-ban olvastam, az újabb megfigyelések alapján feltételezhető, hogy az univerzum 8,4-től 10,6 milliárd éves korú. Az új kutatás a Hubble űrteleszkóp segítségével állapította meg a galaxisok távolságát. A Cambridge-i Egyetem tudós által vezetett csoport egy kétlépéses módszerrel határozta meg a Hubble állandót. Érdekes mondat. Hányan tanultak önök közül algebrát? Az egyenletben ugye változók vannak. Ha egy állandó változik, az hatással lesz az egész egyenletre. Tehát amit a csillagok távolságával tesznek, az a Hubble állandótól függ, amiről azt sem tudják, hogy micsoda. A Hubble állandó egy becslés eredménye. Ez pedig komoly hatással lesz az egyenlet végeredményére. Akkor most 8,4 vagy 10,6 milliárd éves az univerzum. Amikor Hugh Ross-szal vitatkoztam, ő azt mondta, hogy 17,42 milliárd éves. Honnan vehette ezt a számot? Az egyik tankönyv 18-at ír, a másik 20-at, megint másik 12-t. Van itt mindenféle szám. A valóság az, hogy nem tudják.
Egyszerűen kitalálják a számokat. A cikk így folytatódik. Óvatosan szabad következtetéseket levonni, mert a Hubble állandóval kapcsolatos mérésekben óriási szisztematikus hibák vannak. A következő cikk nagyon jó. A csillagászok úgy vélték, hogy a Fátyol köd nevű szupernova maradvány 2500 fényévnyire van és 18000 éves. De tévedtek, mert a valóságban mindössze 1500 fényévnyire van, és 5000 éves. Látják? 4 évvel ezelőtt rájöttek, hogy óriási tévedtek a számokat illetően. Honnan tudhatjuk, hogy a számok, amiket most mondanak, helyesek? Szerintem, amíg valaki be nem bizonyítja, hogy a Biblia téved, addig a Bibliának kellene hinni. Ne gondolják, hogy pusztán azért, mert a tudósok mondanak valamit, azt rögtön el is kell hinniük. Még a legközelebbi cefeida csillagok is olyan távoliak, hogy nehéz pontosan megmondani a távolságukat. A szakirodalomban szereplő nagy távolságok akár 10%-os pontatlanságot is mutathatnak, csak emiatt a tényező miatt. Számos dolog miatt kaphatunk hibás mérési eredményeket, beszéltünk a háromszögelésről. Ezzel a módszerrel hihetetlenül pontatlan eredményeket kaphatunk. A számok annyira nagyok, a távolságok óriásiak. Ez a módszer nem lehet jó. Azt mondják, tudjuk, hogy egy csillag fényessége két tényezőtől függ, a távolságtól és az űrben levő fényelnyelő anyagoktól. A következő történik. Megnéznek egy csillagot, és azt mondják, azt tudjuk, hogy ez a csillag 4 milliárd fényévnyire van, az a másik pedig, mivel csak fele olyan fényes, nyilván 8 milliárd fényévnyire van. Ez logikus is, amíg nincs valami útközben, ami elnyeli vagy szétszórja a fényt. Pusztán azért, mert egy csillag halványabb, még nem jelenti azt, hogy távolabb is van. Lehet, hogy valami van a csillag előtt, mondjuk egy porfelhő. A világűrben mindenféle dolog van, a fickó elismeri. Általában nem tudjuk-e két tényező mértékét pontosan meghatározni. Halton Harp azért került bajba, mert megkérdőjelezte a vörös eltolódást, pedig csak felhívta a figyelmet az azzal kapcsolatos problémákra. Emberek, a vörös eltolódással gondok vannak. Igen? Akkor ki van rúgva, menjen el és bánja meg a bűneit. Ezek szent dolgok, amiket nem szabad megkérdőjelezni. Az Ézsaiás 42.5-ben olvassuk, hogy Isten kifeszítette az egeket. A Bibliában 17-szer szerepel, hogy Isten kifeszítette az egeket. De mit jelenthet ez? Talán az, hogy kifeszítette az egeket. A vörös eltolódás több dolog okozhatja. Mellesleg a vörös eltolódás talán az egyetlen tudományos adat, ami alátámasztja az ősrobbanás elméletet. Ránéznek a csillagokra, és azt mondják, hogy vörös eltolódás, a csillagok mind távolodnak. Mit jelenthet ez? Hát azt, hogy valamikor egy helyen voltak. Tehát az ősrobbanás bizonyítéka a vörös eltolódás. Mellesleg az ősrobbanás az emberiség történetének talán legostobább elmélete. De mi okozhatja a vörös eltolódást? Talán a teremtés során alkalmazott kifeszítés. A csillagok azért távolodnak egymástól, mert Isten kifeszítette az egeket. Talán a fény fárad. Én is el szoktam fáradni, nem tudom, hogy a fény el tud-e fáradni. Azt tudjuk, hogy a prizmán áthaladó fény megtörik, emiatt látjuk a szivárványt is. Talán a fénynek az űrön keresztül való haladása okozza. Az űr valóban semmi lenne, vagy van benne valami? A fény keresztül megy valami, amikor áthalad a világűrön? Nem tudom. De talán ez okozza a Doppler hatást. Talán a fény keresztül megy egy fekete lyukon, amitől felgyorsul, vagy lelassul. Robert Gentrynek van egy remek cikke a weblapján, akit érdekel a vörös eltolódás, az olvassa el. De ha a csillagokról akarnak olvasni, ott van Brian Young könyve és a csillagok, Isten égre írt igéje. Kiváló könyv a csillagokról. A keresztényeknek nem kell félniük az asztronómiától. Az asztrológia az már más dolog. Itt van egy másik könyv, az Asztronómia és a Biblia, Donald B. DeYoungtól. Ezt tőlünk is meg lehet rendelni, igaz, Jonathan? Meg lehet. Akit érdekel a téma, olvassa el. Ez a könyv némileg ellentmondásos. D. James Kennedy a Royal Ridge Presbyteriánus Egyháztól arról beszél, ami szerinte az állatövi jegyek igazi jelentése. Végigveszi mind a 12 jegyet, és azt mondja, hogy ezeknek eredetileg lehetett valamilyen evangéliumi alapja, amit mostanra a horoszkópok szintjére züllesztettek. Akit érdekel a könyv, vegye meg. Egyébként a Biblia valóban beszél csillagképekről. Jób könyvében a 38. fejezetben esik szó a fiastyúk és az Orion csillagképről, de a Mazarotról és az Arcturusról is. A Biblia említ csillagképeket. Én nem tudom, hogy így van-e, de néhány keresztény a következőt gondolja.
Amikor Isten megteremtette a világot, Ádámnak nem volt Bibliája, mert még nem írták meg. Ezért Isten a csillagokban mondta el Ádámnak az evangélium történetét. A 12 csillagkép mesélte el a megváltás történetét, Krisztus eljövetelét, sőt egy elmélet szerint a Szfinx is azért épült, hogy elmondja nekünk, hogyan értelmezzük az állatövi jegyeket, mert egy nő arcával kezdődik és oroszlán testben végződik. Tehát az állatövi jegyek olvasását nem januárban kell kezdeni, hanem a szűzzel, és onnan kell eljutni az oroszlánig. Nem tudom. Az biztos, hogy a mai horoszkópok istentelen dolgok, és az is biztos, hogy a sátán átveszi Isten minden dolgát és kifordítja. Egyébként úgy tűnik, van valami ebben a csillagokban megírt evangélium dologban. Karl Bau szerint minden egyes konstelláció más rádióhullámot bocsát ki magából. A csillagok ugyanis rádióhullámokat gerjesztenek. Szerinte a jégkupola, ami egykor a Föld felett volt, hallható hullámokká változtatta ezeket a rádiófrekvenciákat, mint egy kristályos rádió. Így Ádám és Éva hallhatta a csillagok zenéjét, amiről Jób 38. fejezetében olvasunk. Hogy ez igaz vagy sem, azt nem tudom, de jól hangzik, hogy a csillagok az evangéliumot énekelték nekik az év minden napján. Ki tudja? Következő kérdés. Zsugorodik-e a nap? Erről már vagy 10 éve vitatkoznak a kreacionisták. A nap zsugorodik, ez kétségtelen. De bizonyítja-e a zsugorodása, hogy nem több milliárd éves? Szerintem igen. A nap ég, ez biztos. Menjenek ki az utcára és nézzék meg. Másodpercenként úgy 5 millió tonnát veszít a súlyából. Ez aztán fogyókúra. Ez persze azt jelenti, hogy valamikor nagyobb volt. Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy erre rájönjön az ember. 1979-ben megjelent egy cikk, ami körül viták támadtak. Ettől függetlenül a cikkben az állt, hogy 1836 óta a királyi Greenwichi Obszervatórium és az USA haditengerészetének több mint 100 megfigyelője közvetlen vizuális mérései alapján feltételezhető, hogy a nap átmérője 1/10%-kal csökken minden évszázadban, ami óránként körülbelül 150 cm-t jelent. Tegyük fel, hogy ez az állítás helyes. Ha a nap ég és óránként 150 cm-t veszít az átmérőjéből, akkor 75 cm-t veszít a sugarából. A nap távolsága Földtől körülbelül 150 millió kilométer. Ez elosztva 75 cm per órával kiderül, hogy a nap nem lehet több milliárd éves. Persze sok itt a kérdés. A nap mindig ilyen mértékben zsugorodott, az égés mértéke mindig ekkora volt, stb. Abban viszont talán egyetértünk, hogy a nap ég. Abban is egyetértünk, hogy zsugorodik. Indirekt módszerekkel is igazolták, hogy a nap zsugorodik, bár ezek a módszerek a cikkírói által említett mérték 1/7-ét igazolják. Ezen az ábrán látható az eddigi megfigyelések eredménye. Megmérték a napot a trigonometria segítségével, megmérték és azt mondták. Ejha! A nap poláris és egyenlítői átmérője csökken. A napról tudjuk, hogy oszcillál. Megdagad, aztán összehúzódik, újra megdagad, újra összehúzódik. De az ábrából kiderül, hogy zsugorodik, csökken az átmérője. Na most, ha visszamegyünk pár milliárd évet, támad egy kis problémánk. Ha a nap nagyobb lett volna, fel kellett volna emésztenie a Merkurt, a Vénuszt, a Földet. Nem tudom, mennyire kellene visszamenni az időben, és nem is kell azt mondani, hogy 18,5 millió évvel ezelőtt ez vagy az lett volna, mert az ateisták elkezdenek vitatkozni a számon, és elsiklanak a lényeg felett. A lényeg, hogy a nap ég, régen nagyobb volt, és az evolúció elmélet számára ez gondot jelent. De a nap méreténél is nagyobb problémát jelent a tömege. A gravitációs erő egyenes arányban nő a testek tömegével. Ha a nap nehezebb lenne, a gravitációs ereje is nagyobb lenne, és elkezdené beszippantani a bolygókat, letéríteni azokat pályájukról. A nap zsugorodik, és ez gondot jelent azoknak, akik egy több milliárd éves univerzumban akarnak hinni. Danny Faulkner, a Dél-Karolíniai Egyetem csillagásza, ő egy jó barátom, járt is már itt nálunk. Van egy kiváló cikk a weblapján, elég hosszú, de a Fiatal Halvány Nap Paradoxon és a Naprendszer Kora című cikk roppant érdekes. Olvassák el a websájtján, azt írja.
Ha visszamennénk az időben, a napot halványabbnak találnánk, ami problémákhoz vezet. Hogy élhették túl a növények a nap változó fényességével járó változásokat? Az evolúcionisták szerint az élet úgy 3,8 milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön. Azóta a napnak mintegy 25%-kal kellene fényesebbnek lennie. De ha a nap ma 25%-kal fényesebb, mint akkor volt, akkor hogyan fejlődhettek ki a növények? A fiatal, halvány nap paradoxon problémát jelent az evolúció hívei számára. A logikus következtetés az, hogy a nap nem több milliárd éves. A többi csillagász szerint ez lehetetlen. A nap több milliárd éves. Hát persze, hogy annyi. Mi a helyzet a szénizotópos kor meghatározással? Erre mindig rákérdeznek. Itt van ez a könyv, amit mennyiért is lehet megvenni? $80. Rádióizotópok és a Föld kora, az RATR projekt. Én nem vagyok a rádiókarbonos kormeghatározás szakértője, de el tudok magyarázni ezt azt, mert tanár vagyok, és ez a tanárok dolga. Bonyolult dolgokat magyarázunk el egyszerűen, hogy az átlag ember is megértse. Most elmondom, hogyan kellene működnie a szénizotópos kormeghatározásnak, aztán azt is elmondom, milyen komoly problémák merültek fel a módszerrel kapcsolatban. A szénizotópos kormeghatározást csak 60 éve találták fel. Így, amikor a gyerekeknek azt kezdték el tanítani 1830-ban, hogy a Föld több milliárd éves, nem a szénizotópos kor meghatározás miatt tették. Erről a módszerről akkor semmit sem tudtak. De miért tanították 170 évvel ezelőtt, hogy a Föld több milliárd éves? Mert több milliárd évre volt szükségük, hogy az elméletük működjön. Ezért. Ha azt mondanám, hogy a békám hercegé fog változni, ha megcsókolják, azt felelnék ez mese. De azt mondanám, hogy gyerekek, a béka hercegé alakulhat át, ha türelmesen vártok pár milliárd évet, ó, úgy akkor már sokkal hihetőbb a dolog, de akkor is csak mese. Az egész a földtani időskálával kezdődött. A földet rétegekre osztották, kainozoikum, mezozoikum, stb. Minden réteg kapott nevet, kort és egy jellemző fosszíliát. Aztán azt mondták, most be kell bizonyítanunk, hogy ezek a rétegek öregek. Úgyhogy a hasukra csaptak, mondtak egy számot, és azóta minden kormeghatározási módszernek egyeznie kell a földtani időskálával, különben elveszik. Mivel idestova már 180 éve tanulunk a földtani időskáláról, annak igaznak is kell lennie? Nem. Pusztán, mert 180 éve tanítanak valamit, attól az nem lesz igaz. A tudósok azt mondták, a földtani időskála adott, minden rádiókarbonos dátumnak stimmelnie kell. Ha nem stimmel, elvetjük. Néha 5-6 vizsgálat kell, hogy megkapják a számot, amit akarnak. Honnan tudják, hogy melyik a jó, ha mindig más szám jön ki? Talán egyik szám se jó. A rádiókarbonos módszert lehetetlen lenne alkalmazni a földtani időskála nélkül. A 19. század eleje óta a mai napig a fosszíliák segítségével tudjuk a legpontosabban meghatározni annak a kőzetnek a korát, amelyben a fosszíliát megtaláltuk. A modernkori példáktól eltekintve nem tudok olyan esetről, amikor rádiókarbonos módszerrel határozták volna meg egy fosszília korát. A fosszíliák korát nem a rádiókarbonos módszerrel határozzák meg, hanem a földtani időskálával. A következő a helyzet. A Föld légköre körülbelül 100 km vastag. Ahhoz, hogy az űrsiklónak ne kelljen megküzdenie a légellenállással, úgy 100 km magasra kell emelkednie. Egyenesen fölfelé. Ez nem egy nagy távolság. Ha azonban a légkört jobban megnézzük, érdekes dolgot látunk, ugyanis a légkörnek különböző rétegei vannak. Rendelkezik egy hőelnyelő réteggel, ahol az atmoszféra nagyon lehűl, olyan mínusz 37 fokra. A Föld légköre jó részt nitrogénből áll, 78%-a nitrogén, 21%-a oxigén, és van benne még egy kis széndioxid, amit a növények használnak fel. A széndioxidban van némi radioaktív C14, 765 10 milliomod százalék. A radioaktív C14 nem olyan, mint a közönséges szén. A C14 az atmoszférát érő radioaktív sugárzásnak köszönhetően jön létre. A napsugár kölcsönhatásba lép az atmoszférával, és C14-et csinál a nitrogénből. Minden a nap és az atmoszféra kölcsönhatásával kezdődik. Évente olyan 9,5 kg C14 jön létre, ami eloszlik az egész bolygón. Ha azt mondanám, hogy
9,5 kg arany van a Földön, de az egyenlően oszlik el a bolygón, azt mondanák, hogy felejtsük el az egészet, nem megyünk aranyat ásni. Nem is találnák meg, nagyon kis mennyiségről beszélünk. A periódusos rendszerben a szén és a nitrogén szomszédok. A nitrogén atomsúlya 14, a széné 12. De ha a napfény lehúz egy taslit a nitrogénnek, akkor arról leesik ez az, és lesz belőle C14. Az atom súlya tehát annyi lesz, mint a nitrogéné, de ettől kezdve szénnek minősül. Rádióaktívnak nevezik, de nem azért, mert sokat hallgat rádiót, hanem mert instabil, hajlamos a bomlásra. Mint amikor három srác ugyanannak a lánynak udvarol, a barátságuk biztosan nem fog sokáig tartani, mert valami beüt. A C14 instabil. Nem szeret C14-nek lenni, úgyhogy elkezd bomlani. Durván a fele 5700 év alatt bomlik le. Na most ezt teljesen véletlenszerűen csinálja. Van egy rakás molekulánk, és nem tudhatjuk, hogy melyik fog szétesni, de tudjuk, hogy nagyjából 5700 év alatt bomlik le a fele. De amíg C14 szépen lebeg az atmoszférában, mint a többi jó kis szénatom, és összekapcsolódik az oxigénnel, ahogy ez a szénnel gyakran előfordul, és lesz belőle széndioxid. Összekapcsolódnak, boldogan úsznak az atmoszférában, a növények pedig belélegzik. Jönnek az állatok, és megeszik a növényeket. A C14 tehát csak így juthat az élővilágba. A nap hozza létre a nitrogénből, a növények belélegzik, az állatok pedig megeszik a növényeket. Mi mind növényeket vagy növényevő állatokat eszünk. Hányan ettek már életükben növényt vagy állatot, mondjuk ma ebédre? A táplálékunk ebből a két forrásból származik. A növények tehát belélegzik a széndioxidot. Ennek egy része rádióaktív. Ha az atmoszféra 765 10 millió mod százalék C14-et tartalmaz, akkor feltételezhetjük, hogy a növények is ugyanennyit tartalmaznak. Ez egy logikus feltételezés, csak éppen egyike a tucatnyi feltételezésnek, amin a rádiókarbonos módszer alapul, s amin könnyen el is bukhat. Tehát valószínűleg önökben is van 765 10 millió mod százalék C14, mert növényeket vagy állatokat ettek. Valószínűleg ez a dolog egyensúlyban van a természetben. Amikor a növény vagy az állat elpusztul, nem vesz magához több C14-et, nem eszik, nem lélegzik. Ami benne volt, elkezd bomlani. Már életében is bomlott, de mostantól nem kap utánpótlást. A tudósok összehasonlítják a fosziliában levő C14 mennyiségét a légkörben levő mennyiséggel, és azt mondják, a fosziliában csak fele annyi van, tehát egy felezési ideje 5700 éve nem él, mert a C14 azóta bomlik, hogy az élőlény elpusztult, utánpótlást nem kaphatott. Amíg élt, 765 10 millió mod százalékot tartalmazott, most csak fele annyit, tehát egy felezésnyi ideje pusztult el. Vagy kettő, vagy három, és így tovább. Elméletben sohasem éri el a zérót. Egy bizonyos mennyiségen túl már nem lehet mérni, mert elfogy a mérnivaló anyag. Indulunk a féltől, aztán jön a negyed, a nyolcad, a tizenhatod és a túlkevés. Egy remek cikket írt az ICR, ők vitték végre az RATE projektet. Azt írták, hogy a rövid 5700 éves felezési idő miatt nem lehetne C14 atom a negyedmillió évesnél idősebb szénben. Mégis a jégkori réteg alatt lehetetlen olyan természetes szénréteget találni, amiben ne lenne jelentős mennyiségű C14. Pedig ezeknek a rétegeknek több millió vagy milliárd évesnek kellene lenni. A 80-as évek óta tudtak erről az anomáliáról, próbálták kiköszöbölni, de nem tudják megmagyarázni. Nemrég a világ egyik legismertebb C14 laboratóriumában kreacionisták felkérésére szénmintákon és gyémánton végzett vizsgálatok alapján megerősítették a fenti megfigyeléseket. Gondolják végig, hogy ez mit jelent. A tankönyvekben az áll, hogy a szén negyedmilliárd évvel ezelőtt alakult ki a karbonkorban. Mégis C14-et találnak benne. Hogy lehetséges ez? Ha minden C14 atomnak el kellett volna tűnnie úgy 50 ezer év alatt, akkor miért van C14 a szénben? Azért, mert a szén nem negyedmilliárd éves.
No, ez a válasz nem tetszik nekik. Addig fognak keresni, amíg nem találnak egy másik választ. A gyémánt van, ami állítólag több millió évvel ezelőtt alakult ki, szintén van C14, pedig a gyémántot nem lehet szennyezni, a gyémánt a legkeményebb agyag. Akkor hogyan került bele a C14, és mikor alakult ki a gyémánt? A választ nem tudom, csak azt, hogy Supermannek pár perc is elég. Csak fog egy darab szenet, összenyomja és kész. Kész a mesterséges gyémánt. 20 éve tudjuk, hogyan lehet a természetes gyémánthoz szinte mindenben hasonlító mesterséges gyémántot előállítani. Nagy nyomást alkalmaznak. Sokáig nem tudtak nagyobb méretű mesterséges gyémántot előállítani, de 2005-ben ez is sikerült. Tényleg van egy reklám, hozzá el a kutyáját, elégetjük a testét és gyémántot készítünk belőle. Élete végéig viselheti a kutyáját, vagy a volt feleségét. Én inkább kimaradnék ebből. A lényeg, hogy még ezekben a gyémántokban is van C14. Pedig ezeket nem lehet szennyezni. Ez elég komoly bizonyíték arra, hogy a Föld csupán pár ezer és nem több milliárd éves. Az RATE projektől írt könyv elég nehéz olvasmány. Jonathan, te borzasztóan okos fickó vagy. Meddig jutottál a könyvben? A feléig? És majdnem egy évet betelt? Igen, nehéz olvasmány. Aki beéri az egyszerűsített magyarázattal, annak itt van Donald B. DeYoung remek könyve, az Évezredek nem milliárdok. Érthető emberi nyelven lehet olvasni benne a módszerekről, amelyekkel bizonyítják, hogy a Föld nem több milliárd éves. A szénizotópos módszer feltételezéseire külön ki kell térnünk, azt mondják. Tudjuk, hogy a szén ennyi idő alatt bomlik le, és tudjuk, hogy csak fele annyi van benne, akkor a minta ennyi éves. Azonban van itt néhány probléma. Mondjuk azt mondom, hogy Lea, töltsd meg vízzel ezt a hordót, és adok neki egy tömlőt. Csak hogy a hordóba én korábban lyukakat fúrtam, amíg Lea tölti bele a vizet, az a lyukakon kifolyik. Olyan, mint a folyószámlánk, ami befolyik, az ki is folyik. Hány embernek lyukas a folyószámlája? Az aglegényeké még nem az. Nos, a Föld légkere olyasmi, mint ez a hordó. Mindig jön be rajta az újabb adag C14 9,5 kilós csomagokban. De ki is folyik a bomlásnak köszönhetően? A kérdés az, hogy mennyi idő alatt lehetséges elérni az egyensúlyi állapotot? A hordó esetében nem gond kiszámítani a dolgot, ha percenként ennyit töltök bele, és percenként ennyi folyik ki, akkor meg tudom mondani, mikor alakul ki az egyensúlyi állapot. A légkörrel kapcsolatban is feltették a kérdést. Mikor éri el a légkör az egyensúlyi állapotot? Rengeteg tanulmányt készítettek, hogy megtudják, ha vennénk egy új bolygót, és elindítanánk a nap körüli pályán, akkor mennyi idő alatt alakulna ki a légkörben az egyensúlyi állapot, amikor a C14 kialakulásának és bomlásának mérték. Arra a következtetésre jutottak, hogy ehhez úgy 30 ezer évre lenne szükség. Valami nagy koponya kiszámolta valahogy. Aztán szerény véleményem szerint két hibát követtek el, azt mondták, hogy 1. Tudjuk, hogy a Föld több milliárd éves. 2. Figyelmen kívül hagyhatjuk az egyensúlyi állapot problémát, mert azon a 30 ezer éves ponton már rég túl vagyunk. Pedig rájöttek, a Föld még mindig nem érte el az egyensúlyi állapotot. A szénizotópok még mindig 28-37%-kal gyorsabban alakulnak ki, mint ahogy lebomlanak. Ha a szénizotópok még mindig gyorsabban alakulnak ki, mint ahogy lebomlanak, akkor ez azt jelenti, hogy a Föld nincs 30 ezer éves, és azt, hogy semminek sem lehet megállapítani a korát, mert tudni kellene, mikor élt az élőlény, hogy ki lehessen számítani, mikor élt. Tudni kellene, hogy mikor élt, hogy tudhassuk, mennyi C14-et szippantott be akkor. A dolog nem működik. Van egy honlap, amelyen jól elmagyarázzák, hogy a Föld még nem érte el az egyensúlyi állapotot. Nézzük meg a kalibrációs görbét. Ha egy állat még él, akkor a Geiger számláló 16-ot fog kattani percenként és grammonként. Ha 8-at kattan, akkor tudjuk, hogy túl van az első felezési időn, ha 4-et, akkor a másodikon, és így tovább. Ez a kalibrációs görbe. Elméletben jól hangzik, de van itt pár nyilvánvaló feltételezés. Tegyük fel, hogy valaki besétál egy szobába, én meg azt mondom, itt van ez a gyertya, mondja meg, mikor gyújtottam meg. Az illető azt látja, hogy a gyertya 17,5 centi hosszú, és azt mondja,
Hát ebből nem tudtam meg semmit. Tudnia kellene azt is, hogy milyen gyorsan égett a gyertya. Előveszi a stoppert és elindítja. Aztán megállapítja, hogy egy óra alatt 2,5 centimétert ég le a gyertya. Szóval a gyertya 17,5 centi magas, és egy óra alatt 2,5 centimétert égett. Tehát mikor gyújtottam meg? Senki sem tudja megmondani, ha csak nem feltételezünk még pár dolgot. Az első feltételezés a gyertya eredeti hossza. A második feltételezés, hogy a gyertya végig ugyanolyan sebességgel égette. Ezeket biztosan nem tudhatjuk. A fosziliákban levő szén mennyiségét meg lehet mérni, ahogy a szén bomlási sebességét is. Ez tény. De mennyi szén volt benne, amíg élt? Nem tudom. Mindig ilyen sebességgel bomlott? Nem tudom. Nem szennyeződött a Földben az évmilliók alatt? Lehetetlen megmondani. Ha volt egy vízből vagy jégből álló kupola a Föld légköre felett, akkor az a kupola a napsugárzásának jelentős részét blokkolta, és bizonyos mértékben megakadályozta a C14 kialakulását is. Tehát az özönvíz előtt élt állatok lényegesen kevesebb C14-et lélegeztek be. Amikor kiásunk a Földből egy fosszíliát, amit 4400 éve temetett be a Föld, mondjuk, hogy a fosszíliánk nem 16 kattanással indult, mint ma, hanem 4-jel. Azt mondjuk, hey, itt egy mamut a Földben, határozzuk meg a korát. Azt feltételezzük, hogy 16 kattanással indult, és most nincs csak 2 kattanásunk, akkor azt gondoljuk, hogy 3 felezési idő van túl, pedig a valóságban csak 1-en. Ezért nem működik a dolog. 1949-ben William Libby elvégzett pár mérést, és azt mondta, a mamut lábszára 15 000 éves, a bőre viszont 21 000. Hogy lehet egy azon állat két test része különböző korú? Nyilvánvaló, hogy az egyik szám nem jó. De honnan tudjuk, hogy jó egyáltalán valamelyik? És ha jó valamelyik, melyik? Lehetetlen megmondani. De lesz ez még cifrább is. 14 évvel később megvizsgáltak egy élő kagylót, amiről kiderült, hogy 2300 éves. A 70-es Nobel szimpóziumon ezt mondták, ha a C14-es adat alátámasztja az elméletünket, mehet a szövegtörzsbe. Ha nem cáfolja teljesen, akkor mehet a lábjegyzetbe. Ha szöges ellentétben van elméletünkkel, akkor elvetjük. Azt a számot választják ki, amelyik a legjobban tetszik nekik. Úgy bizony, ha a szám nem felel meg az elvárásaiknak, elvetik. 71-ben egy frissen leölt fókát 1300 évesnek datáltak. A szénizotópos kor meghatározással vitathatatlanul komoly problémák vannak. 35 évnyi fejlesztés és a nagyobb tudás ellenére is ki kell jelentenünk, hogy a módszer alapfeltételezései erősen megkérdőjelezhetőek. A módszer használatának alapja a menet közbeni korrigálás, ami megengedi a szennyeződést, a frakcionálást és a kalibrálást. Nem is lepődhetünk meg azon, hogy az évszámok felét elutasítják. Tudták ezt követni? A több ezer mérési eredmény felét kidobják. Honnan tudják, hogy melyik fele a rossz, és melyik a jó? Ha pedig a mérési eredmények felét ki kell dobni, valakinek biztosan megfordult a fejében, hogy amit csinálnak, az ostobaság. A cikk így folytatódik, a csoda az, hogy a másik felét eddig még elfogadták. Mindegy, mennyire hasznos a szénizotópos módszer, nem képes pontos, megbízható adatokkal szolgálni. Óriási ellentmondások vannak, az elfogadott dátumok pedig szelektáltak. Ez a felmagasztalt dolog nem más, mint 13. századi alkémia. Egyetértek. Ez volt 81-ben, de a helyzet később sem lett jobb. 1984. Élő csigákat datáltak 27 ezer évesnek. 92. Két mamutot találtak egymás mellett. A szénizotópos vizsgálat eredménye, az egyik 22 ezer éves, a másik 16 ezer. Melyik a korrekt szám? Talán egyik sem? Vagy mindkettő? Lehetetlen megmondani. 96-ban egy Swisher nevű geológus a legmodernebb technológiával próbált meg datálni emberi fosziliákat. Múlt tavasszal újra megvizsgáltak pár Homo erectus koponyát, amit Jáván ástak ki a 30-as években. Ez a faj állítólag 4 millió évvel ezelőtt halt ki. Bár Swisher kétféle kor meghatározási módszert alkalmazott, ugyanolyan megdöbbentő eredményre jutott, a csontok kora 53 és 27 ezer év közé esett.
Itt két dologra hívnám fel a figyelmüket. Swisher 4,5 millió évet szeretett volna kapni. Ehelyett 53-27 ezer évet kapott, ami 1/5 a várt kornak. 96%-ban így is tévedett. 27 ezer vagy 53 ezer? Ez nem exakt tudomány. Tehát ha az újságban azt olvassák, hogy találtak egy dinoszaurusz csontot, ami 17.221 éves, 6 hónapos és 3 napos, ne higgyék el. Az egészet csak kitalálták. Rainer Proch von Zieten professzor 2005-ben lemondott, mert éveken át hazudott a szénizotópos kormeghatározásról. A csalásaira 2005-ben derült fény. A Bishop Speyer csontvázat 21.300 évesre datálta, de amikor Oxfordban ismételten elvégezték a vizsgálatot, kiderült, hogy mindössze 3.300 éves, 700%-os hiba. Proch professzor azt mondta, hogy megtalálta a legidősebb németet, szerinte 27.400 éves volt. Oxfordban kiderült, hogy a maradvány egy idős férfié, aki 1750-ben halt meg. 250 éve. A professzor évtizedeken át hazudott, és végül szégyenszerűen lemondott. A mamut egyik részét 29.500 évesre, a másik részét 44.000 évesre datálták. Ezt nevezem lassú szülésnek. Jó ez a Rand McNally cikk. Az utóbbi két évben sikerült a Ngadong és a Trinil réteg abszolút korát meghatározni. A kora roppant érdekes, 300.000 év plusz-minusz 300.000 év. Ejha! Ezt aztán jó telibe találták. Plusz-minusz 100%-os hiba. A 862-es számú geológiai felmérésben csupa érdekes cikk olvasható alaszkai leletek szénizotópos kor meghatározásáról. Felhívnám a figyelmüket pár dologra. Meghatározták az SI-454-es jelű lelet korát. A felmérésben az áll, hogy 17.210 éves plusz-minusz 500 év. Aztán megvizsgálták az SI-455-ös jelű leletet is, és azt mondták, ez 24.140 éves, tehát 17.000 és 24.000, amire azt is mondhatnánk, hogy rendben van, csak éppen a két minta ugyanaz volt. Kétszer tesztelték ugyanazt a mintát. Akkor most 17.000 vagy 24.000? A 299-es mintát 20.000 évesnél fiatalabbnak találták. Az L136-os minta idősebb 28.000 évesnél. Azt mondhatnánk, hogy minden rendben van. Csak éppen megint egy azon mintáról van szó. Hogy lehet ugyanaz a minta egyszerre 20.000 évesnél fiatalabb, és 28.000 évesnél idősebb? Elég sokáig tanítottam algebrát, és azt kell mondanom, hogy ez nem lehetséges. Élő pingvinek korát 8.000 évesre tették. Dinoszauruszokkal egy rétegben talált anyagokat 34.000 évesre datálták. Egy vita során a vitapartnere egy professzor rendkívül ideges lett, és végül azt mondta, hogy használhatja a Reader's Digest-et forrásként, mire én, uram, én a Reader's Digestből csak a dinoszaurusz csont fotóját használtam föl, a tényeket nem onnan vettem. Ettől megnyugodott és folytattuk a vitát. A dinoszauruszok elvileg 70 millió évesek. Egy orosz tudós 30.000 évesnél fiatalabbra datált dinoszaurusz csontokat. Hugh Miller Ohio államból elvégeztette 4 dinoszaurusz csont kor meghatározását. $600 került a vizsgálat, végén azt mondták, hogy a csontok 20.000 évnél fiatalabbak, mire ő. Egyébként ezek dinoszaurusz csontok, erre ő. Ó, akkor nem lehetnek 20.000 évesek, megismételjük a vizsgálatot. Miért ne lehetnének 20.000 évesek? Mert a dinoszauruszok 70 millió évvel ezelőtt éltek, és ha ezt megmondta volna nekünk, el se vállaltuk volna a vizsgálatot. Egy barátom, aki pár éve halt meg, elég sok régészeti ásatást vezetett. Egy ásatás során égett farétegeket talált, ami kiválóan alkalmas a szénizotópos vizsgálatra, mert szenet tartalmaz. A mintákat egy zacskóba tette, ráírta, hogy A minta ebből és ebből a rétegből és ilyen mérőről. Lejjebb ásott úgy 3-6 méterrel, és újabb égett faréteget talált. A mintának a B jelet adta, ráírta, amit kellett, aztán mindent beadott,
a laboratóriumba kor meghatározásra. Azt mondták neki, bár már nem emlékszem pontosan, hogy az A mint a 3000 éves, a B pedig 4000. A barátom várt 6 hónapot, megcserélte a címkéket az acskókon, visszavitte ugyanabba a laborba, és ugyanazt a vizsgálatot kérte. Az A mintából B lett, a B-ből A. Ugyanazokat a dátumokat kapta, mint az első vizsgálatnál. A szénizotópos kor meghatározás nem működik, és soha nem is működött. Ismert korú minta esetén a módszer nem működik. Ismeretlen korú minta esetén azt mondják, hogy működik. Ez nem tudomány. Ahogy a dolgok bomlanak, hélium keletkezik. A légkörben levő hélium mennyisége még 2 millió éves földi létet sem feltételez, nem hogy több milliárdot. Van egy könyv, a címe A modern kor meghatározás mítosza. Az ICR adta ki. Ők igazi szakértői ennek a témának. A kőzetek adják meg a fosziliák korát, de a fosziliákból pontosabban meg lehet állapítani a kőzetek korát. Ez nevetséges és körkörös érvelés. Beszélgettem James P. Dawson-nel. Dawson volt az egyik szakértő, aki a Holdról hozott kőzetek datálásán dolgozott. A Holdról kőzetmintákat hoztak, elvitték a laborba és megkérdezték, hogy mennyi idősek. Dawson fogta az egyik mintát, a 10.017-es mintát, 6 darabra vágta és elemezte a darabokat nem is egyszer. Ugyanarra a kőre 2,5 milliárdtól 4,6 milliárdig mindenféle számot kaptak, ez 100%-os hiba. Dawson volt a NASA Houstoni Föld és Holdkutató Divíziójának és űrhajó központjának főmérnök vezetője. A Holdról hozott mintákon dolgozott, többek között a teremtés kövén is. Azt mondta, hogy egy azon kőzet mintára 10.000-től több milliárd évig mindenféle értéket kaptak. Hogy lehet ugyanaz a kő egyszerre 10.000 éves és több milliárd éves? Itt valami nem stimmel. A Veszekedő csontok című könyv végén van egy fejezet, a címe Kor meghatározósdi, amiből kiderül, hogyan változtatgatják az évszámokat. Ha nem támasztja alá az elméletet, vizsgáljuk addig, amíg nem támasztja alá, mert az elmélet a fontos, nem a tények. Az evolúció elmélet gondosan őrzött állami vallás, és nem több. És a kálium-argon módszer? Az működik? Nos, a számok nagyobbak, de a problémák és az alapfeltételezések ugyanazok, szóval a módszer nem működik. A kálium nagyon lassan bomlik el, a szénfelezési ideje úgy 5700 év, a káliumé pedig 1,3 milliárd. Zárójelben jegyzem meg, hogy minden kor meghatározási módszer alapja valamelyik kémiai elem bomlása. Az urán bomlásakor ólom keletkezik. A kálium bomlásakor argon. Szépen mennek lefelé a periódusos rendszeren. Lefele, nem fölfele. Ezt azért jegyezzék meg. A vasmeteorotokból nyert kismintákban található kálium 80%-át desztillált vízzel mintegy 4,5 óra alatt ki lehet vonni. Ha 80% kivonható 4,5 óra alatt, akkor mennyire megbízhatóak a módszerrel nyert időpontok? A kálium-argon korok hagyományos értelmezése során gyakran elvetik azokat a korokat, amelyek a kapott számok többségéhez, vagyis a geológiai időskálához képest túl nagyok vagy túl kicsik. Na tessék, ha megvizsgálnak egy mintát, és akkor a nem passzol a földtani időskálához, akkor elvetik az eredményt. Akkor minek pazarolják a vizsgálatra az időt és a pénzt? Tudják, milyen idősnek szeretnék látni a mintát? Hát írják rá, és kész. A KBS tufa, a tufa nem más, mint kővé préselődött hamu. Kay Berenmeier ennek a korát akarta megállapítani a kálium-argon módszerrel. Az elmélet a következő. Amikor egy vulkán kitör, minden anyag, ami kijön a kráterből, rendkívül forró, így a benne levő gázok el tudnak távozni. A kálium lassan argonnál válik, ami egy gáz. Hegesztenek vele. A kárium argonná bomlik, amikor pedig egy kő megolvad, az argon elillan belőle. Az elmélet szerint tehát az új kőzetrétegben levő kövek kálium-argon órája lenullázódik. Nulla éves. Hiába volt benne az argon, amikor még a Föld gyomrában volt, ami ugye 4 milliárd éves. A benne felgyülemlett argon most elillant, mert a kő megolvadt,
Mi pedig megállapíthatjuk a láva, a hamu vagy bármilyen vulkanikus kőzet korában. Nos, megvizsgálták a KBS hamuréteget, és azt mondták, hogy 212-230 millió éves. Minden tudós egyetértett abban, hogy a hamuréteg körülbelül 200 millió éves. Aztán jött Richard Leakey 1972-ben. A KBS tufa alatt ásogatott és talált egy teljesen normális emberi koponyát. Erre mindenkin eluralkodott a pánik. Hogyan kerülhetett egy normális emberi koponya egy 200 millió éves réteg alá, amikor az ember csak úgy 3 millió évvel ezelőtt kezdett el kifejlődni? Ez lehetetlen. Erre elkezdtek találgatni, hogy itt valami temetkezési hely lehetett, vagy valami földrengés után kerülhetett oda az a személy. Mindenki egyetértett, hogy egy normális emberi koponyát találtak a 200 millió éves kőzet alatt. És mire jutottak? Az egyik kutatócsoport szerint idegenek jöttek a bolygóra 200 millió évvel ezelőtt. Nem lehet, hogy a kőzet talán mégsem 200 millió éves? Miután rájöttek, hogy nem lehet benyomulásos kőzet, sem temetkezési hely, vagy ilyesmi, vettek még 10 mintát a KBS tufából, és ismét elvégezték a kormeghatározást. Pedig már egy tucatszor meghatározták a korát, és mindenki egyetértett abban, hogy 212 millió éves. Azért csak megvizsgálták még egyszer, és azt mondták, ó, csak 0,5-2,6 millió éves a kőzet. Azért ez nagyon messze van a 212-től. Szépen alábbadták, de mégis, még így is 500%-os hibával dolgoznak. Ez nem exakt tudomány. 1770-ben még azt tanították, hogy a Föld 70 ezer éves. 1905-ben már 2 milliárd évesnek mondták. 69-ben, amikor én még gyerek voltam, elmentek a Holdra, visszahoztak egy rakás követ, és azt mondták, ó, ezek 3,5 milliárd évesek. Ez lett a hivatalos koruk. Mellesleg a kálium-argon módszert használták. Ma azt tanítják a gyermekeknek, hogy a Föld 4,6 milliárd éves. Észrevették, hogy a Föld 21 millió évet öregszik évente? Az 40 év percenként. A szénizotópos és a kálium-argon módszerrel mindig vad számokat kapnak. Kidobják azokat a számokat, amik nem támasztják alá az elméletet. De akkor miért pocsékolják rá az időt? Ez nem tudomány. Az eredeti anyagmennyiség nem állapítható meg. Nem tudhatjuk, hogy nem szennyeződött-e a minta. Nem tudhatjuk, hogy a bomlás sebessége mindig ugyanolyan volt-e. Mondok pár példát a kálium-argon módszerrel kapcsolatos problémákra. Bazalt a szicíliai Etnából. Az Etna Krisztus előtt 122-ben tört ki. Nos, a kálium-argon módszer 250 ezer évesre datálta a bazaltot. Már elnézést, de inkább olyan 2000 évesnek kellene lennie. Láva a Hawaii vulkánkitörésből. Tudták, hogy 1801-ben tört ki. Voltak, akik végig is nézték. 1,6 millió évesre datálták. Ez 1968-ban volt, de lesz ez még jobb is. Bazalt egy vulkánból Hawaii-ról. Kitörés 1959-ben, 8,5 millió évesnek találták. Egy másik Etna kitörés 64-ből 700 ezer éves lávát produkált. A 72-es kitöréskor a 350 ezer év jött ki. Láva a Szent Ilonáról. Megvizsgálták a lávát, ami akkor folyt ki a vulkánból, akkor merítették a mintát. Öt különböző módszerrel elemezték, öt különböző számot kaptak, 350 ezer évtől 2,8 milliárd évig. És mindegyik rossz. Tévedtek. A módszer nem működik. Ha ismert korú mintát vizsgálnak meg, a módszer nem működik. Ha ismeretlen korú mintát vizsgálnak meg, azt állítják, hogy működik. És ezt nevezik ők tudománynak, de ez nem tudomány, ez képzelgés. Az Evolúció Törő című könyvben rengeteg ilyen példát találnak. De erről szól az RATE projekt könyv, és Walt Brown könyve is a kezdetben. Walt Brown a fizika doktora és a Légierő Akadémiájának professzora. Pár apróságban nem értek vele egyet, de én igazából csak magammal értek egyet, a többieket pedig meggyőzöm. Most tartunk 5 perc szünetet, aztán arról fogunk beszélni,
hogy találtak-e friss dinoszaurusz csontokat. Gyakori kérdés, hogy ha a dinoszauruszok az özönvízben pusztultak el, nem találtunk-e friss dinoszaurusz csontokat? És a megkövüléshez több millió év kell, nem? Nem, nem kell több millió év hozzá, és igen, találtak friss dinoszaurusz csontokat. Ennek a könyvnek a címe a Nagy Alaszkai Dinoszaurusz Kaland. Pár fickóról szól, akik felmentek Észak-Alaszkába, és fagyott dinoszaurusz csontokat találtak. Beszéltem Les Zerbe barátommal, akinek missziója van odafenn Alaszkában. Azt mondta, járt ott a repülőgépével, és akármikor kiás nekem pár friss dinoszaurusz csontot, ha akarom. A Science Magazine 93. decemberi számában írtak arról, hogy egy-egy fiatal kacsacsőrű dinoszaurusz rendkívül jó állapotban megmaradt csontjaira bukkantak Montanában. A mikroszkóp alatt jól lehetett látni a finom csontszerkezetet és a csontsejteket. A dinoszauruszok nem több százmillió évvel ezelőtt pusztultak ki, meg kell nézni a valódi bizonyítékokat. 61-ben Alaszka északnyugati részén egy geológus dinoszaurusz csontokat talált, amelyek nem kövültek meg. Valószínűleg Les Zerbe ugyanerre a lelőhelyre jár. Az alaszkai Prudhoe-öbölben fent egész északon fagyott dinoszaurusz csontokat találtak, amelyek könnyűek voltak, mint a balsafa, és frissnek néztek ki, mint a tegnapi kutyacsontok. A szerkezetük porózus volt, és nem volt megkövülve. Egy fiatal kanadai eszkimó a Bylot szigeten még 87-ben találta meg egy kacsacsőrű dinoszaurusz alsó állkapcsának egy részét. Egész frissnek tűnt. Joe Taylor barátunk Texas államból szintén ásott ki meg nem kövesedett dinoszauruszokat. A világ minden táján ásott ki dinoszauruszokat. 2005 nyarán egy T-rex lábcsontot találtak, a csontban pedig lágy szövetet. A tudósok most azt próbálják kideríteni, hogy maradhatott a lágy szövet éppen 70 millió éven keresztül. Eszükbe nem jutna, hogy a minta talán nem is 70 millió éves. Már eldöntötték eleve, hogy annyi, és ha ki kellene mondaniuk, hogy csak 4400 éves, ki is átkoznák őket a társaik. Erre gondolni sem mernek. Most majd kapnak egy kis pénzt a kormánytól, hogy kiderítsék, hogy maradhatott a lágyszövet éppen 70 millió éven át. Pedig a kérdés nem az, hogy hogyan történt, hanem az, hogy mikor. Itt egy kép egy magazinból, amin egy dinoszaurusz kövület látható, amiben megkövesedve megtalálták az állat lágyszövetét, a szívét, ha jól emlékszem. Odafenn Alaszkában találtak dinoszauruszokat. Alaszkában nagyon hideg van, a hüllők pedig nem bírják túl jól a hideget. Csak párat találtak, de valóban igaz, hogy ezek közül tényleg nem mind kövült meg. Akit érdekel, tovább kutathat a témában. Gyakran kérdezik tőlem, hogy ha tényleg volt özönvíz, miért nem találunk több emberi csontot? Rengeteg emberi csontot kellene találnunk. Találunk jó sok kagylót és sok egyéb állatot. Az is igaz, hogy a fosszíliáknak úgy 90%-a tengeri organizmus. Jól mondom, Jonathan, 90 vagy 98%? Nagyon kevés emlős fosszília került elő, és még kevesebb emberi. Marvin Lubenov könyve a Veszekedő csontok a legjobb, amit ebben a témában olvastam. Ő is kreacionista, de valami 25 éven keresztül emberi maradványokat tanulmányozott. Azt mondja, hogy úgy 4000 emberi maradványt találtak. Mi ez a sok millió kagyló vagy hal maradványhoz képest, amit találunk? De miért csak 4000-et találtak? Nos, pár dolgon el kell gondolkodni, ha meg akarjuk találni a választ. Mellesleg ezek mind 100%-ban emberek. A neandervölgyinek mondjuk vastagabb csontjai voltak, mint nekünk. Állítólag egy neandervölgyi fel tudna emelni egy futballistát és át tudná dobni a kapu felett. Hihetetlenül erősek voltak. Elképesztő izomtömeggel rendelkeztek. Amikor Isten megteremtette a világot 6000 évvel ezelőtt, csak két ember volt a Földön, na meg rengeteg állat és növény. 4400 évvel ezelőtt a Föld már tele volt állatokkal és növényekkel, de még mindig nem volt tele emberekkel.
Nem tudom, mennyien élhettek a Földön az özönvíz idején, talán 1 milliárdnyian? Ha figyelembe veszük, hogy 900 évig éltek, és 70-80 gyerekük volt családonként, elég gyors ütemben nőhetett a népesség. Miért találunk olyan kevés fosziliát? Nos, Mózes első könyve szerint az özönvíz célja az volt, hogy Isten elpusztítsa vele az emberiséget. A Biblia azt írja, hogy akkoriban óriások lakták a Földet, hírneves vitézkedők. Pontosan nem tudom, hogy ez mit jelent, de talán azt, hogy az emberek nagyobbak voltak az özönvíz előtt. Találtak óriás emberi fosziliákat, 3 meg 3,5 méter magas emberek csontjait. Azt nem tudom, hogy mindenki olyan nagyra nőtte, de úgy tűnik, hogy sokan ekkorára nőttek. Íme néhány elmélet arra, hogy miért találunk ilyen kevés emberi csontot. 1. Akkoriban kevesen éltek, kevesen haltak meg, ezért nincs sok csont, amit megtalálhatnánk. 2. Az emberek okosabbak az állatoknál, persze nem mindenki. Az állatokat meglephette az özönvíz, elkapta őket az áradat és elmerültek, de az emberek biztosan kitaláltak valamit. Egyébként is úgy 6 hónapba telhetett, mire mindenki meghalt. Az özönvíz elborította az egész Földet, de ez nem jelenti azt, hogy azonnal 40 nap, 40 éjjel esett az eső, és a bolygónk mai felszíne, a kontinensek alakja, meg minden más, csak a víz szintje, meg az özönvíz idején történt kéregmozgások miatt alakult ki, szóval a Föld akkor teljesen más volt, nem hasonlított arra, amit ma látunk. A Föld kérge fel alá mozgott, a víz pedig lassan feltört a nagy mélység forrásából. Az eső 40 napig esett, a víz viszont 150 napig jött fel a mélyből. Az özönvíz ideje alatt biztosan voltak magaslatok, amiket nem egyből lepett el a víz, csak 6 hónappal később. A magasan levő területek is zsugorodtak, az emberek egyre feljebb menekültek, és ott volt még a dagály is, amit a hold okoz. A holdat pedig nem érdekli, hogy éppen özönvíz van a Földön, húzza magához a vizet. Az ár elönti a magaslatokat, és aztán visszahúzódik apá idején, az emberek és az állatok pedig menekülnek az újonnan feltáruló szigetek felé. Találunk is lábnyomokat a sárrétegekben, amelyeket a következő dagály megint elárasztott. Tehát a sárban ott van a sok lábnyom, amit a nap jó pár órán keresztül éget, és a nyomok felülete megszárad. Aztán jön a következő dagály, hoz egy újabb sárréteget. Nagyon valószínű, hogy az özönvíz első hónapjaiban több ezer ilyen sárréteg keletkezett, és az is valószínű, hogy mindegyik rétegben találunk lábnyomokat. Tegnap betelefonált nekünk egy svéd fickó a rádió műsorba, egy evolucionista. Azt mondta, hogy a sárrétegek között kőzet rétegeket és lábnyomokat találunk. Ez bizonyítja, hogy a rétegek több ezer év alatt rakódtak le. Nem. Ez azt jelenti, hogy úgy 30 perc alatt rakódtak le. Ez nem bizonyítja, hogy több ezer évig tartó folyamatról van szó. Lábnyomok azok vannak, ha keressük őket, és mind ugyanabba az irányba halad. Vajon mit jelenthet ez? Mindenki egy irányba rohan valószínűleg az áradat elől. A 104. Zsoltár írja, a hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek. Tehát az özönvíz idején a Föld kérge kőzetlemezekre szakadt. Akkor a kéreg sokkal rugalmasabb volt, mint ma. Ma a kőzetlemezek nagyjából rögzültek, mert a víz, ami alattuk volt, és ami csökkentette a súrlódást mozgás közben, már nincs odalent. Szóval az emberek okosak, egy darabig el tudták kerülni a fulladásos halált, de végül ők is bevégezték, csak éppen a magaslatokon, és elbomlottak, nem kövültek meg. Az elmúlt 200 évben hány bölény pusztult el nyugaton? Több millió? Egyből se lett kövület. A dolgok csak akkor kövülnek meg, ha a Föld alá kerülnek. Úgyhogy egészen sok ember halhatott meg az özönvíz vége fele, mégsem maradt utánuk megkövült maradvány. Harmadszor, ha az emberek régen nagyobbak voltak, ma nem ismernék el, hogy emberek voltak. Mert ha találnak egy 1,5 méteres combcsontot, senki sem mondja rá, hogy emberi csont. Azt mondják, hogy dinoszaurusz vagy barlangi medve csontja. Hát ezért találnak ilyen kevés emberi kövületet. Negyedszer. Nem tudom, ki számolja meg a csontokat, amikor azt mondják, hogy 4000-et találtak. Vajon hány emberi fosziliát találhattak bizonyos rétegekben, amelyek nem illettek az elméletbe, és azt mondták, hogy ezt inkább ne jelentsük, mert nem szabad emberi fosziliát találni dinoszauruszok mellett,
mert akkor lőttek az állásunknak. Nem lehet neki menni az evolúció elméletnek, az egy nagy gonddal védett állami vallás. Megjegyzem, a világon sehol sem találtak megkövesedett emberi és csirkecsontokat egyazon rétegben. Ez akkor azt jelenti, hogy emberek és csirkék nem éltek egy időben? Ez nem túl jó logika. Nem kell egymás mellett találni a csontokat, hogy bebizonyítsuk, egykorban éltek. Lábnyomokat sem kell egymás mellett találnunk, hogy bebizonyítsunk valamit. Ott van a földtani időskála, ami alapján meg tudják mondani, hogy a tüskés halak 65 millió éve kihaltak. Honnan tudják? Abban a rétegben találtak ilyet utoljára. Aztán kiderült, hogy a hal ma is él és virul. Mit bizonyít ez? Hogy 65 millió évig nem éltek tüskés halak, vagy hogy nem kövültek meg? Nyilván azt mondják, hogy valamiért egy sem kövült meg. Hát akkor lehet, hogy az emberek közül sem kövültek meg túl sokan. Talán nem elég mélyre temette be őket az iszap, vagy még nem találták meg őket. Van magyarázat bőven. Egy alkalommal egy papból lett ateistával vitatkoztam Noé bárkájáról. Azzal érvelt, hogy Noé nem építhette meg a bárkáját úgy, ahogy a Bibliában áll, mert a Biblia szerint Noé szurokkal vonta be a bárkáját. Azt mondta, Hovind, nem tudja, hogy a szurok olajból készül, az olaj pedig az elmélete alapján az özönvíz után keletkezett? Az özönvíz eltemette a világot, az állatokat maga alá temette a föld, összenyomta őket, és olajjá alakultak. Ha az olaj az özönvíz terméke, akkor Noé hogyan vonhatta be a bárkát szurokkal? A kérdés egy félreértésen alakul. Az 1 Mózes 6-ban olvassuk, vond be kívül belül szurokkal. 2 Mózes 2, Mózest egy szurokkal bekent kosárba tették. De mi egyáltalán a szurok? Ézsaiás könyvében olvassuk a 34. fejezetben, patakjai szurokká változnak, pora kénkővé lesz, földje pedig égő szurokká. A szurok a Webster szótár szerint fanedből készül. Valamikor egész üzemek nyerték ki a kivágott fenyőfákból a nedveket, és készítettek belőle fa szurkot, hogy azzal vízhatlanítsák a hajókat, mint ahogy ma erre használjuk a lakkot vagy a lenolajat. Számos dologból készítenek olajat, aminek semmi köze az özönvízhez. A szurok a szótár szerint a fenyőfa nedvéből, vagyis terpentinből készül. Amerikában óriási gyárak ontották magukból a szurkot hordószám, és rakták fel a hajókra az 1700-as és az 1800-as években. A hajósok mindig vittek magukkal szurkot. Ha léket kaptak, bekenték szurokkal. Nem kötelező az özönvíz után kialakult anyagból dolgozni. Amit a kezemben látnak, az egy darab agyagfala. Legalább 60 vékony rétegből áll, és láthatják, hogy olaj szivárog az oldalából. De a felszínén egy hal van. Az állatokból nagy nyomás hatására olaj lesz. Ez a hal a rétegek közé préselődött, és itt látható még a hal lenyomata is. Nem férhet hozzá kétség, hogy a földben található olajnak legalább egy része élő szervezetekből származik. De ez nem jelenti azt, hogy Noénak ilyen olajra lett volna szüksége, hogy vízállóvá tegye a bárkát. Ezt itt a múzeumunkban megnézhetik. Ha van kedvük, jöjjenek el. Következő kérdés. Gyakran kérdezik tőlem. A modern ember okos, de az ősi ember buta volt? Buta volt az ősi ember, vagy rettentően okos? Van egy könyv, aminek a címe az ősi ember rejtélye. Donald A. Csitik írta, mindenféle érdekes tárgyat mutat be, amit emberek készítettek. Elképesztő gépeket, meg mindenféle dolgot, aminek nagyon réginek kellene lennie. A Biblia azt tanítja, hogy az özönvíz előtt az emberek 900 évig éltek. Ádámot még Isten programozta be. Már az első nap tudott járni, beszélni, nevet tudott adni az állatoknak, és meg tudott nősülni. Elképesztően sokat tudhatott, mivel 100 évig sétált és beszélt Istennel. Isten olyasmit mondott neki, hogy Ádám, nézd ezt a fát, ennek a kérgében vitaminok vannak, úgyhogy ebből egyél sokat. A mai kultúrák jó néhány ősi gyógyszere valószínűleg az ősöktől átvett tudásnak köszönhetően létezhet. Honnan tudhatta az első ember, hogy a fűszfakéregnek lázcsillapító hatása van? Ki volt az első, aki elkezdett fakérget rágni? Valaki biztosan megmondta neki, mit kell tennie. Tehát
900 évig éltek, hatalmas családjuk volt, rengeteget tanultak, és nem is tudom, milyen fejlettségi szintre jutottak az özönvíz előtt, de gyanítom, hogy fejlettebbek voltak nálunk. Erre valaki mondhatná, hogy akkor miért nem ássuk ki a városaikat? A gond az, hogy mi azt gondoljuk, hogy az özönvíz előttieknek is ugyanolyan problémáik voltak, mint nekünk. Képzeljék el, hogy az időjárás tökéletes. Akkor nem kell ház, lehet aludni a fűben is. Ha egyetlen állat sem bántja az embert, mind barátságos és növényevő, 1 Mózes 1.29, akkor szintén nincs szükség házra. Miért nem találjuk meg az autóikat? Ember, ha valaki 3 méter magas, 70 km/h tud futni, minden megterem az udvarában, és amúgy sincs semmi dolga sehol, minek neki autópálya, vagy repülőgép, vagy vonat? Ha az édeni állapotokra gondolnak, rájönnek, hogy az akkoriaknak egészen másra lehetett szükségük, mint nekünk. Az özönvíz után az emberek még mindig 400 évig éltek. A tudás nagy része tehát megmaradhatott. Ma, mire az ember mindent megtanul, 80 éves lesz és meghal. Nem tudja továbbadni ezt a tudást. Ha 400 évig élnénk, akkor viszont az ők unokáinknak is átadhatnánk a tudásunkat. Tehát az a világ nagyon más lehetett. Azt hiszem, az ősi tudás nagy része a hullámsírba került. De a régi időkben az ember beszélhetett az ők apjával és kérhetett tőle tanácsot. Az özönvíz után számos civilizáció hirtelen jelent meg. Ha van egy rakás okos emberünk, Noé fiainak vagy 15-20 gyereke született családonként, akkor azok elmennek erre-arra, és létrehoznak egy új civilizációt. Az IQ-juk borzasztó magas lehetett, lehet, hogy nem rendelkeztek az összes technológiával, de tudták, mit kell tenniük. 50 év alatt létrehozhattak egy civilizációt. Ott volt Robinson Crusoe. Hajótörést szenved. 20 év elteltével a szigeten lett egy kis farm, egy ház, egy erőd, és az egészet egyedül csinálta. Ha sok okos ember összefog, egy-kettőre össze tud hozni egy civilizációt. Érdekes, hogy az összes ősi civilizáció, a babiloniai, a görög, a kínai, a semmiből tűnt elő. Hopp, ott egy civilizáció, amit az iskolákban tanítanak, hogy vadászból, gyűjtögető ősemberekből lettek az egyre civilizáltabb emberek arra, semmi bizonyíték nincs. A civilizációk hirtelen jelentek meg, az egyiptomi, vagy a kínai. Úgy tűnik, mintha mindent alig 100 év alatt építettek volna fel. Fura dolgokat találtak a Földben a fosziliák között, amik arra engednek következtetni, hogy az akkori emberek nagyon okosak voltak. Ott van például az a kis repülőgép a Smithsonianben. Egy kolumbiai sírban találták. Úgy 1000 éves lehet. De nyilvánvalóan egy repülőgép, mert pont úgy néz ki. De az evolúcionisták szerint nem lehet repülőgép. Erre a múzeumban a stilizált rovar nevet kaptak. Önök szerint ez egy stilizált rovar? Nem ismerhetik el, hogy az ősi ember akár azt is tudta, hogy mi a repülőgép, mert az felborítaná az elméletet. Az elmélet kimondja, hogy a modern ember okos, az ősi ember pedig buta volt. Egy csimpánz volt és 4 kéz láb járt. Lassan fölegyenesedett, és most itt vagyunk mi, az univerzum istenei. A bizonyítékok azonban ennek az ellenkezőjét támasztják alá. Itt van még egy repülőgép, ezúttal egy egyiptomi sírból 2100 éves. Honnan tudhattak a repülőgépekről? Ismerték a repülés fogalmát. Ezt a vasedényt egy nagy darab szénben találták. Ez az eredeti másolata. Összezúztak egy nagy darab szenet, és találtak benne egy vasedényt. A szén darab, amiből kivették, felvette az edény formáját. A szén tökéletesen illeszkedett az edényhez. Önök mire következtetnének ebből? Hogy egy szén bányászhatta el? Nem, mert a szén nem vette volna fel az edény alakját. Én arra következtetnék, hogy vasedényeket készítettek az özönvíz előtt. Az özönvíz során ezek az edények egy erdő fáj alá kerültek, amiket a nagy nyomás szénné préselt. Az ősi ember egészen biztosan okos volt, és nem primitív. Peruban óriási kőfalak vannak olyanok, mint ezen a képen. Akkora kövekből állnak, amiket ma meg sem tudunk mozdítani. Az ősi ember rejtélyében ilyesmiről is lehet olvasni. Az egyik ilyen kő
20 000 tonnát nyom. Csak hogy legyen valami fogalmuk a súlyáról, a ma létező legnagyobb daruval úgy 3 000 tonnát lehet felemelni. De azt hiszem, épp most építettek egy nagyobbat Japánban hajórakodáshoz. Ha jól tudom, az 6 000 tonnát tud felemelni. Lehet, hogy valaki azt mondja majd, hogy dehogy 3 000 hovint, hazudsz. Nem hazudok, csak nem tudom. Azt hiszem, 6 000 tonnát bír el a legújabb daru. Peruban viszont 20 000 tonnás köveket találtak. Azokat hogyan mozgatták? Kik mozgatták és hogyan? Szerintem nem logikus azt mondani, hogy az ősi emberek primitívek voltak. Biztosan tudtak olyasmit, amit mi nem tudunk. A kőben az a hihetetlen, hogy akkora, mint egy 5-szintes ház, és 20 000 tonnát nyom. Ma nem rendelkezünk olyan gépekkel, amelyekkel képesek lennének felemelni, vagy akár csak megmozdítani. Megmozdítani sem tudjuk, nem hogy felemelni. Képtelenek vagyunk rá. Ezt a csengettyűt egy széndarabban találták Nyugat-Virginiában. A fickó, aki éveken át az íróasztalán tartotta, valahová Floridába költözött. Ha valaki tudja a címét, adja meg nekem, mert szerintem ezt a kis harangot ki kell állítani a múzeumunkban. Megvizsgálták ezt a csengettyűt, és azt mondták, hogy valami fura, ősi buddhista jellegű isten van a tetején. De mit keres egy részből öntött harang a szénben? Az ősi emberek értettek a fém megmunkáláshoz. A Biblia mondja, hogy Ádám unokája mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmestere volt. Ő már értett hozzá. Ez a kis ezüst cink edény egy kőből került elő, amit 600 millió évesnek mondtak. Nos, a 600 millió évvel nem értek egyet, a többivel igen. Van egy remek cikk az ősi ember rejtélyében egy kis szerkezetről, amit egy hajón találtak, ami Krisztus előtt 100-ban süllyedt el az égei tengeren. Ez egy analóg számítógép volt. Honnan ismerték ezek az emberek az analóg számítógépeket Krisztus előtt 100-ban? A neve Antikythera Mechanismus. A History Channel egy egyórás filmet adott le 2005-ben erről a szerkezetről, amit Görögországban találtak. Megépítették a működőképes mását. Azt mondták, hogy a kar elforgatásával a gép meg tudta mondani, hol fognak állni a bolygók és a nap a jövőben. Elképesztő navigációs számítógépet építettek a görögök a hajósok számára. Az ősi emberek nem voltak primitívek. Ennek a kalapácsnak a másolatát megvehetik a múzeumunkban. Persze ez is már egy másolat. Az eredetit 1934-ben találták New Londonban, Texasban. Amikor megtalálták, a kalapács jele meg volt kövülve. Aztán ránéztek a kalapácsra, és azt mondták, mit keres ez a kőben? Az elvileg 400 millió éves kőben. Az evolucionisták szerint ez azt bizonyítja, hogy idegenek jártak a bolygón 400 millió évvel ezelőtt, és az egyik elhagyta a kalapácsát. Nem lehet, hogy az egész földtani időskála úgy rossz, ahogy van? Nem. Ez meg se fordul a fejükben. Vágtak egy kis hornyot a kalapácsba még 34-ben. A bevágás helye a mai napig nem rozsdásodik. Egyfajta rozsdamentes acél az anyaga. A laborelemzés szerint 96% a vas, 2,6% a klór és 3/4% a kén. Azt mondták, ezeket az elemeket csak erős mágneses mezőben lehet elegyíteni. Az özönvíz előtti időkben a Föld mágneses mezője akár 10-szer is erősebb lehetett a mainál. Ezt a kis elemet Irakban találták. Nem is egy ilyen került elő. 2000 éve már ismerték az elektromosságot. Az egyiptomiak biztosan. Itt egy hieroglifa, amin kígyók láthatók, amik össze vannak kötve egy vezetékkel, és talán valami generátorral. Két elmélet van, vagy az elektromos árammal csinálnak valamit a kígyókkal, vagy elektromos angolnákat használnak áramfejlesztésre. Nem tudom, melyik elmélet a helyes, de azt hiszem tévedünk, ha a modern embert okosnak, az ősi embereket pedig butának állítjuk be. Az ősi emberek értettek az agysebészethez. Sok ilyen koponya került elő, az eljárást koponyalékelésnek hívják. Sok olyan koponyát találtak, amin a lyuk begyógyult, ami azt jelenti, hogy a páciens túlélte a műtétet. Lyukat vágni a fejbe nem nagy dolog, de a perui ikakövek némelyikén agyműtétnek tűnő dolgot látunk.
Dr. Dennis Swift rendelkezik pár olyan rézeszközzel, amit agyműtéthez vagy más műtéthez használtak. Az ősi ember mindenféle dolgot el tudott végezni az emberek fején, nem csak felvágni tudta, a fejek átalakításához is értett. Az ika kövekből kiderül, hogy arrafelé szívműtéteket is végeztek. Ott egy fickó műlábbal, tehát ehhez is értettek. Ez a kis masina valamiféle gőzgép. 2000 évvel ezelőtt akár ismerhették a gőzmeghajtást is. A kereket egészen biztosan ismerték. Itt ez a kerekeken guruló kis cica. Valami gyerekjátéka lehetett. Egy inka indián sírjában találták. Egyébként biológiából is nagyon jók voltak. Ez a pók 45 méter hosszú, és egyike a Nazca rajzoknak. Tudták, hogy erre a pókra nem szabad szemet rajzolni, mert vak. Ez a pókféle rendkívül ritka, csupán 3 mm hosszú, és az Amazonas vidékén él sötét barlangokban, úgy 1500 km-re onnan, ahol ez a rajz készül. Azt is tudták, hogy az egyik lábat fentről a harmadik lábat a jobb oldalon hosszabbra kell rajzolni. Ez a láb a párzási időszakban 15 másodpercre megnyúlik, a végéből DNS szivárog ki, és ezt azok az emberek tudták. Nem voltak ostobák. Itt van a Piri Rice térkép 1513-ból, amin az Antarktisz látható jég nélkül. Először is honnan tudták, hol van az Antarktisz? Honnan tudták, hogy nincs rajta jég? Valami nem stimmel itt. Ezt a fémgömböt Dél-Afrikában találták. Három az egyenlítővel párhuzamos vonalat véstek bele. Csak éppen 2,8 milliárd évesnek datált kövek között találták. A korral persze nem értek egyet, ez egyértelműen egy ember által alkotott tárgy, amit olyan kövek között találtak, amiket 2,8 milliárd évesnek tartanak. De ahelyett, hogy megkérdőjeleznék a korát, az olyan fickók, mint Michael Cremo, aki egy remek könyvet írt a hasonló leletekről, egészen más következtetésre jutott. Cremo egyébként hindu. Írt egy könyvet, a címe Az emberiség titkos története. Szerinte 2 milliárd évvel ezelőtt idegenek látogattak el a Földre. Ahelyett, hogy azt mondaná, az egész geológiai időskála rossz. Persze a geológiai időskálában nem szabad kételkedni. Akit érdekel, olvassa el a könyvét. Itt egy mozsár, amiben annak idején búzát és kukoricát őröltek. A gond csak annyi vele, hogy olyan rétegben találtak, ami elvileg 33-55 millió éves. Mi tehát a következtetés? Úgy van, idegenek látogattak el a Földre, megint. Ezeket a kis spirálokat régészek ásták ki, és azért különlegesek, mert wolframból készültek, amit nehéz finomítani és megmunkálni. A spirálok átmérője 3000 milliméter, a méretei pedig követik az arany arányt, ugyanúgy, mint a fibernés számsorban 1-től 13-ig. Honnan tudhattak erről? Ezekből jó néhányat találtak Oroszországban. A mi múzeumunkban is elkelne pár ezekből az elképesztő kis spirálokból. Az interneten utána nézhet, aki akar. Mi a helyzet a nagy piramissal? Ki építette a nagy piramist? Ha az ősi emberek ostobák voltak, akkor hogyan építhették fel a nagy piramist? Az eredetiről 66 másolat készült. A világon összesen 67 van ezekből az óriási kőpiramisokból. Ki építette ezeket és miért? Nos, a másolatok építői felől nincs kétség. Az egyiptomiak voltak, meg a dél-amerikai maják, de ki építette az eredetit? Az eredeti piramist nagy piramisnak is szokás nevezni. Messze ez a legnagyobb az összes közül. Ami még rendkívülivé teszi az az, hogy nincsenek a belsejében feliratok, csak pár jel, amit az építők használtak az építés során. Az összes többi piramisban mindenféle hieroglifát találtak, amik például a fáraók nagyságáról szólnak. A nagy piramisban, a Föld legnagyobb építményében viszont nincs felirat. Ki építette és miért? Nos, a nagy piramissal kapcsolatban 4 elmélet létezik. Az egyik elmélet szerint az özönvíz előtt építették istenfélő emberek, talán Ádám vagy Énok, és azért építették, hogy megőrizzenek valami ősi tudást. A piramisba elképesztő matematikai képleteket építettek.
Például a piramis magasságának kétszeresét elosztva az alapjával megkapjuk a pi-t. Az első elmélet szerint istenfélő emberek építették az özönvíz előtt. A második szerint pogányok építették az özönvíz előtt. A harmadik elmélet szerint istenfélő emberek építették az özönvíz után. A negyedik szerint pogányok építették az özönvíz után. Valószínűleg nem az özönvíz alatt építették, mert az özönvíz idején nem jó piramist építeni. Én az első elmélet felé hajlok, de nem mondom, hogy ez az igazság. Szerintem istenfélő emberek építhették, hogy megörökítsék az evangéliumot. Ádámnak ugye nem volt Bibliája. Ezért Isten a csillagokba írta meg neki az evangélium történetét. Sokan gondolják ezt, és én is hajlok rá, hogy elfogadjam ezt az elméletet. Noénak sem volt Bibliája, az elmélet szerint pedig megsemmisült a jégkupola, ami megvédte az özönvíz előtti embereket. A jégkupola elméletről korábban beszéltünk. Noénak tehát nem volt Bibliája, csak pár fejezete, mert Ádám írta meg az egy Mózes bizonyos fejezeteit, amiről később még esik szó. Isten tehát kőbe építve adta nekik az evangélium történetét. Ez jól hangzik, de nem tudom, hogy igaz-e. Először volt az evangélium a csillagokba írva, majd kőbe írva, és végül a Szentírásba írva. Tegyük föl, hogy van némi igazság ebben, és induljunk innen ki. Ha mégsem igaz, akkor sincs gond, a nagy piramis elképesztő építmény. A mai napig ez a legnagyobb épület a Földön, az egész világon. Nagyobbra építették mindennél, amit azóta épített az ember. Egyesek azt gondolják, az Ézsaiás 19.9 a piramisról beszél. Azon a napon oltára lett az Úrnak Egyiptomban, a határán pedig az Úrnak szentelt oszlop, a seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Úgy tudjuk, hogy Egyiptom két királyságra szakadt, az északira és a délire, amelyek egymás ellen harcolnak. Ez a piramis pedig pont a határon állt. Amikor egyesültek, az ország közepére került, tehát egyszerre állt a határon és középen. A Jehova tanúi mindenféle könyveket írtak róla, és szerintük a nagy piramis egy nagy profécia, ami azt bizonyítja, hogy a Jehova tanúinak van igazuk. Egészen vad következtetéseket vonnak le. Számos könyvet írtak a piramisról, időnként egészen lökött dolgokat is. A téma viszont érdekes. A piramis egy hatalmas épület, négy oldala van, a legfelső követ pedig soha nem helyezték rá. Ezen az ábrán látható, hogy csak egy bejárata van a piramisnak, amit csak Krisztus után 800-ban találtak meg. Ott állt a piramis több ezer éven át, és senki sem találta a bejáratát. Végül Krisztus után 800-ban néhány arab kalapácsot és vésőt fogott, és elkezdett lyukat vágni az oldalába. A főnök azt hajtogatta, hogy dolgozzatok, sok arany van oda bent, mind meggazdagodunk. Nos, több hónapnyi vésés után az embereknek elegük lett, mert a kő rettentően kemény volt. Már majdnem feladták, amikor azt hallották, hogy valahol odabent leesett pár kő. Azt mondták, onnan jött, ott folytassuk a munkát. Elkezdték a vésést az új helyen, és pont telibe találták az egyik járatot, ahonnan visszafelé haladva megtalálták a bejáratot. Ha tudták volna, hogy hol van, egyszerűen be tudták volna nyomni. Ezt a bejáratot évszázadokon át senki sem találta. Amint bejutottak a piramisba és feltérképezték, ott van a bejárat, ahol az A-t látják, ahonnan egyből a széles járat nyílik, amely levisz a kútaknába. A C betűnél választani lehet, hogy fel akarnak-e menni a keskeny E előkamrán keresztül a királyi kamrához. Választani kell tehát a széles út és a keskeny út között. Itt én egy csipetnyi evangéliumot vélek felfedezni. Ha felmennek a királyi kamrába, egy üres sírt találnak, ahol soha senki nem enyészett el, és mindezt az 50. kősornál. Mit jelent ez? Nem tudom. De van a piramisban egy nagy galéria, aminek a falán két oldalt rovátkák vannak. Egyesek szerint a rovátkák egy évet jelölnek. Állítólag olyan nagy eseményeket jegyeztek fel előre, mint az első és a második világháború. Egyes írók szerint a világtörténelem nagy eseményeit jegyezték fel.
A nagy piramisben annyi kő van, amiből 3 méteres falat lehetne építeni Texas vagy Franciaország köré. A piramis 146,6 méter magas, a királyi kamra pedig az 50. kősornál található, ami azért érdekes, mert az 50. év az öröm ünnep éve. Rengeteg keresztény analógiát lehet felfedezni a piramisban, a széles út, a keskeny út, a király kamrája, a kútakna, az üres sír, stb. Nem ellenőriztem, de állítólag az üres sír térfogata megegyezik a Frigyláda térfogatával. Hosszúságszorozva a szélességgel és a mélységgel, és kijön a Frigyláda térfogata. Eredetileg a piramist 144 ezer finomra csiszolt burkolókő borította. Mindegyik súlya, ha jól tudom, 10 tonna volt. Olyan pontosan illesztették össze a köveket, hogy sokszor az illesztést sem lehetett látni. A kövek közé egy papírt sem lehet becsúsztatni. El tudnak képzelni 10 tonnás köveket, amelyeket olyan pontosan illesztettek össze, hogy még egy papír sem fér közéjük? Habarcsot nem használtak. A mai téglafalakhoz habarcsot használunk, és amikor a mesterek végeznek, a falak hol egyenesek, hol nem. A legfelső kő sohasem került a helyére. Egyesek szerint a piramis köveinek a számáról olvashatunk a Jelenések könyvében a 144 ezerről. A Biblia beszél a tökéletesen egybeilleszkedő testről. Ez is egy újabb keresztény szimbólum. Lehet, hogy tényleg az. A Máté 21-ben olvasunk a sarokkőről, amit az építők megvetettek. A nagy piramisnak sohasem volt sarokköve. A világ legnagyobb, legszebb épületén nincs sarokkő. Miért álltak meg az utolsó kőnél? Erre is van pár elmélet, de a Márk 12-ben is olvasunk a kőről, amit az építők elvetettek. És a Lukács 20-ban is, ami nyilvánvalóan Jézus Krisztusra való utalás. Dániel könyvében olvasunk a kőről, ami lezuhant kéz érintése nélkül is, ledöntötte a szobrot a lábáról. Lehet, hogy ez a kő is Jézus Krisztus? A Jelenések könyve 21. fejezetében olvasunk az új Jeruzsálemről, amely Istentől száll alá a mennyből. Egyesek azt tanítják, hogy az új Jeruzsálem, a város, olyan tiszta lesz, mint a kristály, és négyzet alapú lesz. 12.000 futam nagyságú, ami 2.300 kilométer. Tehát lesz egy 2.300 kilométeres város. Mindenki azt mondja, hogy kocka alakú lesz. Lehetséges, én nem tudom. De talán piramis alakú lesz, mert a piramis alapja is négyzet. Ha piramis, akkor csak egy sarokkő kell rá, míg egy kockának 4 sarokkőre lenne szüksége. Egyesek tehát azt tanítják, hogy az új Jeruzsálem a nagy piramis alakját fogja felvenni. Jézus a sarokkő, és ő a világ világossága. És ha az egész kristálytiszta, áttetsző, akkor a fény is keresztül hatol rajta. A Biblia első 13 versében arról olvasunk, hogy a Földön van világosság, de nincs nap. A Biblia utolsó 26 verse ismét arról beszél, hogy a világban van világosság, de nincs nap. Jézus a világosság. Talán a nagy piramis ezt szimbolizálja. Nem tudom, hogy így van-e, de ha igen, akkor a sátán nyilván megpróbálja a maga romlott céljára felhasználni, és valóban a dollár hátoldalán levő piramis szabad kőműves szimbólum 13 sorkővel. A sarokkő nincs a helyén, és sokak szerint ez Lucifer lesz. Le fog jönni a földre, és létrehozza a saját királyságát akkor, amikor Isten is létrehozza a királyságát az utolsó időkben. Hogy melyik tanítása helyes, nem tudom, de az első elmélet felé hajlok. Következő kérdés. A tankönyvekben gyakran olvassuk, hogy a Föld egy forró olvat massza volt. A Föld kialakulásakor forró volt, mindenütt fortyogó lávatavakkal. Az 1 Mózes 1-ben viszont az áll, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor a Föld egy forró olvatmassza volt, és évmilliárdok alatt hűlt le, vagy a víz alá lett teremtve, ami 100 fok alatti hőmérsékletet jelent. 100 fok alatt nincs forró olvatmassza, valaki téved.
Vagy a Biblia téved, vagy a tankönyvek. Mi tehát az igazság? Az egyik legjobb könyv ebben a témában Robert Gentry könyve, amiről korábban már szóltam, a Teremtés parányi titka. Gentry éveken át tanulmányozta a polónium izotóp gyűrűket. A világon fellelhető gránit kőzetek mindegyikében ott vannak ezek az apró polónium izotóp gyűrűk. De mik is ezek tulajdonképpen? Nos, ahogy a polónium bomlani kezd, radioaktívá válik, alacsonyabb energiaszintre kerül, és kis darabkák repülnek le róla, mint egy apró kézigránátról. A polónium felezés ideje rendkívül rövid, úgy 164 ezred másodperc. Tehát, ha ez a folyamat a forró, olvadt lávában játszódik le, a polónium elbomlik, létrejön a kisgyűrű, és mivel a kőzet még folyékony, szépen el is tűnik, mint a tűzi játék rakétái. A rakétát fellövik, kirajzolódik a kisgyűrű, aztán a maradványok lehullnak a földre. Ha viszont egy kézigránátot robbantanánk fel egy nagy zselétömbben, a gránát repeszei szétvágódnak, de a zselében maradnak. Ezek a kis polónium gyűrűk csak úgy maradhatnak meg, ha a polónium szilárd anyagban kezd lebomlani. Máshogy nem, csak ha szilárd kőben kezd el lebomlani. Robert Gentry rengeteg cikket írt a polónium izotópról, és szerinte ez azt jelenti, hogy a Föld sohasem volt forró, olvadt massza. A gránit érdekes kő. Szerintem senki sem tudja, hogyan jött létre. Ha megolvasztjuk és hagyjuk lehűlni, nem lesz belőle ismét gránit. A riolit lesz belőle. A gránitban tehát ott vannak a polónium izotóp gyűrűk. Mit jelent ez? A gránit nyilván az eredetileg teremtett alapkőzet, a teremtett kő. Tudomásom szerint máshogy nem kerülhettek volna bele a kis gyűrűk. Szerintem tehát a bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a Föld soha nem volt forró, olvadt massza. A Nova TV-ben volt egy film 2005 nyarán, amiben azt mondták, hogy oxigén 18-at találtak 4,4 milliárd évesre datált cirkonban, ami arra utal, hogy nagy mennyiségű vízzel került kapcsolatba. Miért nem fogják fel? Ezek a kis, egészen apró cirkon kristályok bizonyítják, hogy nagy mennyiségű vízzel kerültek kapcsolatban. Azt persze nem hiszem, hogy 4,4 milliárd éve, de a saját bizonyítékok alapján rá kellene jönniük, hogy a Föld sohasem volt forró, olvadt massza. Soha. Gyakran kérdeznek a globális felmelegedésről. Tényleg melegszik a Föld? Nem tudom, én még csak 53 éve élek rajta, szerintem minden olyan, mint régen volt. Az első korintusi levél szerint az Úri a Föld. A Zsoltáros azt írja, hogy Isten teremtette az eget, és ő mondta az embernek, hogy uralkodjék a teremtésen. Mi vagyunk a bérlők, Isten a tulajdonos. Istené minden. A mi dolgunk rendben tartani az ő földjét, ami nem a miénk. Karl Marx a kommunista kiáltványban leírta azt a 10 módszert, amivel tönkre lehet tenni egy kapitalista országot, és kommunista országgá lehet alakítani. Az első és legfontosabb a magántulajdon eltörlése. Senkinek ne legyen magántulajdona. A 3 Mózes 25-ben olvasunk az 50. évről, az öröm ünnep évéről. Fölszabadulást hirdetnek a Földön mindenkinek, és mindenki visszatér a birtokára. Itt jól érzékelhető a kapcsolat a szabadság és a tulajdon között. Ami az enyém, afelett én rendelkezek. Isten teremtette a világot, ő rendelkezik felette, de megengedte, hogy az ember használja az ő dicsőségére. Egyeseknek az az elgondolás nem tetszik. A materialisták azt mondják, a világ a miénk, mi irányítjuk, nincs Isten. De a Bibliában azt olvassuk, hogy a te szöllőtőkéd, a te fügefád, a te kutad. A magántulajdon fontos a szabad ember számára. Péter Berle azt mondja, visszautasítjuk a magántulajdon gondolatát. A gyerekek az iskolákban olyan ostoba fogadalmakat tesznek, mint ez. Fogadom, hogy hűséges leszek a földhöz, amelyet szeretek és amelytől függök, és minden állathoz, amely éppen olyan fontos része a földnek, mint én. Itt egy másik. Fogadom a világ előtt, hogy vigyázni fogok a földre, a vízre és a levegőre, és békében fogok élni minden élőlénnyel.
Egy harmadikos általános iskolás kisfiú mesélte, hogy a tanára eltette az amerikai zászlót, és a földre eskedte meg a gyerekeket. El tudják képzelni? Fiúk, lányok, ma fogadalmat teszünk a világ előtt. A tévében a rajzfilmek fele ilyen badarságokról szól. Pusztítsuk el a gonosz kapitalistákat, akik tönkreteszik a világot, és mentsük meg a bolygót. Egy rakás rajzfilmet készítenek, hogy tudassák a gyerekekkel, hogy meg kell menteni a bolygót. Én ellenzem a környezetszennyezést és a szükségtelen rombolást, de a környezetvédelem és a globális felmelegedés körüli hisztéria nem a Föld megmentéséről szól, a cél a magántulajdon felszámolása. Ha ki akarsz vágni egy fát a telkeden, kérj hozzá engedélyt. Egy kaliforniai fickó udvarában állt egy fa, ami belenőtt a házába és megrongálta a teraszt. A ház úgy 100 éves lehetett. A fickó elment engedélyt kérni, hogy kivághassa a fát. Azt mondták neki, nem vághatja ki a fát, mert a fa védett. Mire ő? Akkor arra adjanak engedélyt, hogy átépíthessem a teraszomat. Arra sem adhatunk, mert a ház 100 éves és műemléknek minősül. Micsoda badarság ez? Minek ment el engedélyt kérni? Ezzel kezdődött a probléma. De ha egyszer valaki aláír egy szerződést, hogy valakinek a szolgája lesz, akkor köti a törvény, és akkor jobban teszi, ha azt csinálja, amire kötelezik. De inkább ne írják alá a szerződést. Bár ez nem egyszerű manapság. Van viszont egy jó könyv a globális felmelegedéstől, a címe Tények, félelmek helyett. A volt alelnök Dan Quayle felesége írt az előszó. Milyen bizonyítékok is vannak a globális felmelegedésre? A könyvből megtudhatják. Egy folyóiratban írták, megdöbbenten állnak a tudósok az emberek által ültetett esőerdőt látva, amelynek 1000 év alatt kellett volna kialakulnia, azonban 150 év is elégnek bizonyult hozzá. Szerintem ez a szöveg, hogy elpusztítjuk a bolygónkat, meg az ősi esőerdőket, és a fejünkre szakad az ég, ez egy nagy marhaság. Sok intelligens környezetvédő van, aki jót akar, csak éppen téved, és rossz ügyért harcol. Az igaz, hogy az emberek kárt tesznek a környezetben, és ha valaki vegyszert önt a folyóba, az egyértelmű, hogy be kell perelni, és ez rendben is van. De ha van valamilyen környezetvédelmi probléma, azt meg tudja oldani a kormány? Milyen problémát oldott meg eddig a kormány? A globális felmelegedésben azért hiszek. A jelenések könyvében olvassuk. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. Lesz globális felmelegedés, de még várni kell rá egy kicsit.